Sirius kapitány veszélyben. Fantasztikus ifjúsági hangjáték sorozat. Írta László Endre. Első rész. Tárgyi bizonyíték. No, Leonida néni, csak nincs valami baj. Nincs, Ritukám. Csak eszembe jutottak azok a szegény szójenók. Már mióta nem hallottam felőlük semmit. Mióta? Mióta is? 4-5 hete lehet. Azelőtt Viktor Sirius sűrűn felkereste őket, és mindig beszámolt arról, hogyan haladnak a tanulásban, hogyan javul az egészségük. Mostanában nem szól egy szót sem. Talán nem is megy oda. Sutyika, az én kis szueno bébim gyönyörűen megnőtt. Már 1 éves elmúlt. Kicsit pöszít, de folyékonyan beszéli a világnyelvet. Leonida néni! Még elfúj a sóhajtása. Ez minek szól? Annak, hogy múlik az idő. Ismét elröpült egy év. Bizony elröpült. Tavaly 2466 volt, idén 2467-et írunk. Bizony, Iloló már 1 éves asszony. Vajon meglátogat-e minket az idén? Azt ígérte. Jaj, majdnem elfelejtettem. Tegnap beszélgettem videfonon Ilolóval. Azt mondta, hogy nemrégiben felhívta Sirius kapitányt. De Sirius bácsi barátságtalan volt. Barátságtalan? Igen. Lehetséges. Mostanában szótlan, mogorva. Attól félek, hogy valami baja van. Valami betegség, amit titkol. Na de hogy éppen Ilolóval volt barátságtalan, ez furcsa. Iloló be akarta jelenteni, hogy júniusban ő és Raj a holdra látogatnak, de Sirius bácsi a szavába vágott. Igen, ön Iloló ismerem, de sajnos most nem érek rá. És kikapcsolta a készüléket. Azt mondta Ilolónak, hogy ön? Igen. De hiszen azelőtt tegezte. Leonida néni, ki kellene deríteni, hogy mi történt Sirius bácsival, mert valaminek történnie kellett. Apa mesélte, hogy talán 2 hete találkoztak egy bizottsági ülésen. Ő előre köszönt, mire Sirius kapitán csak bólintott és morgott valamit. Majd összeráncolta a homlokát, látszott, hogy nagyon gondolkozik. Aztán felderült az arca. Persze, Otto Steff, a központi konyha igazgatója. Szervusz, Otto! Határozottan romlott az emlékező képessége. Sajnos 104 éves. Leonida néni, 104 év a 25. században az élet közepe. Sokan még 150-160 évesen is dolgoznak. Nem ritkaság a 200 éves ember. Nem. Sirius bácsinak nem az emlékezete romlott meg. Valami titka van. De kiderítjük. Segíteni fogunk rajta, segítenünk kell. Barátaim! Segítenünk kell a kapitány. Segíteni fogunk, csak azt mondd meg, mit tegyük. Elsősorban vessünk számot, milyen furcsaságokat észleltünk Sirius bácsi viselkedésében. Ha, gondolkozzatok. Én gondolkozás nélkül elkezdeném. Tudjátok, hogy szeretek főzőcskézni. Aj, tudjuk, te mindig ilyen régi módi elavult dolgokkal foglalkozol. Miért? Főzőcskézni a 25. században csodabogár. Csodabogár, ide vagy oda. Én szívesen sütök, főzök. Apukámtól és Leonida nénitől sokféle étel elkészítését megtanultam. Apukám valóságos tudósa a szakácsmesterségnek. Több könyve jelent meg régi korok és régen élt népek táplálkozásáról. Leonida néni pedig lediktálta néhány jellegzetes orosz étel receptjét. Közöttük van a kapitány 2 kedvence, a szójanka leves és a blincsiki. Várva vártam az alkalmat, hogy bebizonyíthassam tudásomat. Az elmúlt nox időszakban Leonida néninek mentőszolgálatos gyakorlaton kellett részt vennie. Nosza, siettem Sirius bácsihoz. Otthon találtam. Eléje álltam, és boldogan újságoltam. Sirius bácsi, Leonida néni megengedte, hogy amíg távol lesz, én főzek Sirius bácsinak. Ma ebédre szójanka leves lesz, és blincsiki. Jó? Mit mondasz? Ja, ugye az ebéd. Én főzöm. Miért? Leonida hol van? Nem tetszik róla tudni. Mentőszolgálatos gyakorlaton. Ilyen is van. Hát, de hiszen Sirius bácsi az önkéntes mentőszolgálat elnöke. Ja,
persze, persze. Igen, tudom. Én vagyok az elnöke. Mit mondtál, kislányom, mit akarsz csinálni? Ebédet főzök Sirius bácsinak. Szoljanka levest és blincsikit. Szoljanka és blincsiki. Most hallom először ezeket az ételneveket. De hiszen ezek Sirius bácsi kedvenc ételei. Micsoda? Igen, persze, kedvenc ételeim. Mondd csak még egyszer. Szoljanka és blincsiki. Igen, szoljanka, emlékszem, ez a leves, és blincsiki a hús. Nem hús, sült tészta almával. Hoppá, nyelvbotlás, azt akartam mondani. Tészta. Hát csak csináld. Megcsináltam. De mire elkészültem vele, a kapitány eltűnt. Az étel meg megmaradt. Nem ette meg senki. Ennyire meggyengült volna az emlékezete? Agyérelmeszesedés ellen. Az nem jelentkezik ilyen súlyos tünetekkel, egyik percről a másikra. Fokozatosan romlik az emlékezet. Sirius kapitány viszont pár héttel ezelőtt egészen normálisan gondolkozott. No de hallgassátok meg az én kígyó kalandomat. Tudjátok, Sirius bácsi mostanában gyakran megkér, hogy ide vagy oda kísérjem el. Én ennek mindmáig nagyon örültem, mert azt hittem, hogy keddeli a társaságomat. Ezzel szemben ma egészen mást hiszel. Eltaláltad. Mást hiszek. De ne zavarj a mesélésben. Na, szóval múlt vasárnap azt mondja. Pierre, elkísérnél édesanyád pálmaházába? Ó, boldogan, Sirius bácsi. És elkísértem. A pálmaház óriás és gyönyörű. Ismeritek? A trópusok minden fája és virága ott pompázik, illatozik a páradús, langyos csarnokban. Hatalmas liánok tekeregnek a vastag törzseken. Nos, ezek a liánok a főszereplői az én kígyó kalandomnak. 4 éves voltam, amikor Sirius bácsi először elvitt a pálmaházba. Természetesen felmásztam egy fára is, és beszorultam a vastag liánok közé. Égtelenül sivalkodni kezdtem. Segítség! Sirius bácsi, segítség! Megjöttek a kígyók! Kígyó, kicsi Pierre, nyugodj meg! Nincsenek itt semmiféle kígyók! Na gyere ide az ölembe! Igen, és kígyók! Tessék nézni! Ezek liánok, légzőgyökerek, nem állat, hanem növény! Azóta valahányszor arra járunk, Sirius bácsi el nem mulasztaná a kedves csúfolódást. Segítség, kígyók, megesznek! Ezt vártam most is. De Sirius kapitány szótlan és mogorva volt, és valamit jegyzeltet egy memóriagépbe. Akkor én kezdtem el kiabálni. Jaj, segítség, Sirius bácsi! Kígyók megesznek! Kígyók! Kígyók hol? Ott! Megőrültél? Azok nem kígyók, hanem liánok. Mit ijesztgetsz? Tökéletesen elfelejtette a régi játékot. Igen, igen, szaporodnak a terhelő adatok. Nem kétséges, hogy itt valami nincs rendben. Bizony nincs. Nekem is van mesélni valóm. Halljuk, Pintont. Képzeljétek, én nem régen ott voltam nála. Leonida néni hívott be, saját termésű szamócával kínált meg. A konyhában ültem egy alacsony zsámolyon, eszegettem a finom szamócát, amikor Sirius bácsi benyitott. Mivel nagyon alacsonyan kuporogtam, majdnem a padlón, megbotlott bennem. Jaj! Mindenségit ennek a kölyöknek! Mit lábatlankodsz itt nekem? Mindenütt ott kell lenned? Kotródj innen azonnal! Leonida! Igen, parancsoljon! Ne csődítse ide többé a hold valamennyi kis csibészét! Meg ne lássam még egyszer ezt a bandát, mert repülni fognak! De maga is! Nem kell engem kidobni, Sirius bácsi! Megyek magamtól is! Velem nem fog gorombáskodni még egyszer! Te pimasz! Még nyelvelsz is? Nem nyelvelek, csak megmondom az igazat! Te! Amit most tőlem kapsz! Sose fáradjon! Úgy se ér utol! Elfutottam. Tudjátok, én úgy szeretem Sirius bácsit, mint az apámat és anyámat együtt. Neki köszönhetem az életemet és anyu életét, és minden boldogságot és szépséget, ami körülvesz. De akkor ott borzalmas volt, borzalmas, meg tudtam volna ütni.
Sirius bácsi talán nem épp eszű. Bedillizett volna, de mitől? Mitől? Hát akkor én is előrukkolok a magam történetével. Hát, ha megtudjuk, hogy mitől. Halljuk, mondd! Halljuk, Bercit! Ott lődörögtem a Lunamobil garázsa körül, amikor arra jött Sirius kapitány. Megszólítottam. Jó holdat, Sirius bácsi! Jó holdat! Mit keresel itt? Semmit, csak erre sétáltam. Te ne sündörög itt a garázs körül. Jó lesz, ha odébálsz. Hát nem sündörgök. Nekem ne tessék ilyet mondani. Jó, jó. Nem akartalak megbántani. Ne sértődj meg. Nem sértődtem meg. Te, fiam? Igen. Mondd, tudod vezetni ezt a... micsodát? A Lunamobil. Azt a Lunamobilt. Hogy ne tudnám. Hiszen Sirius bácsi tanított meg rá. Nem tetszik emlékezni? De igen, persze emlékszem. Mondd csak, akarsz velem kirándulni a hold felszínére? Te vezetheted a Lunamobilt. Hogy akartam-e? Ugráltam örömömben. Sirius bácsi megbízott, hogy hozzam ki a járművet a garázsból. Aztán kezdte belerakni a szkafanderét, aztán azt mondta, hogy én is hozzam az enyémet, mert lehet, hogy kiszállunk a gépből. Hát elindultunk. Parancsot várok, merre megyünk. Ismered a Galilei kráter? Igenis, a térképen 116/57-es. Azonnal beállítom az automata irányítót. Egész ügyes vagy. Nem kell hozzá nagy ügyesség. Jól van. A térképen ezt a villogó kis pontot megcélozzuk. A közelébe kerülünk. Nem a közelébe kerülünk, hanem derék Lunamobilunk valósággal rá fog ülni erre a pontra. Rá is ültettem. Sirius kapitány újból megdicsért, aztán felöltöttük szkafandereinket, és kiszálltunk. Jaj, de izgalmas, ne nyújtsd már, mint a rétes tésztát, mondd gyorsan. Eszedbe ne jusson gyorsabban mondani. Minden legapróbb részletre kíváncsiak vagyunk. Nyújtsad csak, mint a rétes tésztát. Igaz is. Mit jelent az, hogy nyújtani a rétes tésztát? Apukám egyik könyvében olvastam. Sütés, főzés a 20. században a címe. Majd elmesélem egyszer, de most Berci folytasd. Berci, folytasd! Kiszálltatok? Na, és mi történt? Sirius kapitány felállított egy műszert. Micsoda műszert? Én nem tudom. Milyen holdmérnök leszel, ha még egy műszert sem ismersz fel? Körülbelül mihez hasonlít? Nem tudom. Ilyet még sose láttam. Még azt sem tudom, milyen anyagból készült. Ezüstösen csillogott, mintha fém lenne, de könnyű volt, mint a selyempapír. És? Alig néhány grammot nyomhatott, pedig nagy, hosszú csövek voltak, és irányító automata mozgatta. Sirius kapitány megnyomott rajta néhány színes gombot, megforgatott 5-6 kapcsolót, nyilván beprogramozta. Tehát elektromos üzemelésű volt. Igen. Talán. Azaz, hogy egyre inkább azt hiszem, hogy nem elektromos energia táplálta. De hogy mi? Arról fogalmam sincs. De pancser megfigyelő van. Ne, itt nem vagyok pancser. Egyszerűen nem volt mit megfigyelni. Rendben van, elhisszük. Na, mondd tovább. Hát tovább nincs. A műszert ott hagytuk, beszálltunk a Lunamobilba, és hazajöttünk. És te hallgattál, mint egy sűrt csuka. Nem kérdeztél semmit Sirius bácsit? De igenis kérdeztem. Azt, hogy... Sirius bácsi, mi volt az a műszer, amit felállítottunk? Tessék, ne szabari vezetés közben. Visszafelé Sirius bácsi vezetett? Igen, ja, ezt el is felejtettem mit mondani. Mit felejtettél még el? Semmit. Azaz, valami még van. Nyugd már ki! Sirius bácsi rosszul vezetett. Micsoda? Mit értesz ez alatt? Mint a kevesebb gyakorlattal rendelkezne, mint azelőtt. Bizonytalan volt, néha kapkodott, és kutyahűséggel követte a Lunamobil odavezető nyomait. Na végre! Elmondtál mindent? Igen, azt hiszem, elmondtam mindent. Rengeteg gyanús és titokzatos körülményre hívta föl a figyelmünket. Einsteinre liba bőrözik a hátam. Most mit tegyünk? Hát, bevallom, tanácstalan vagyok. Akkor fogadd el a tanácsomat, mondjunk el mindent édesapámnak. Köszönöm.
Castuero bácsi, most már tud mindent. Helyesen tettétek, hogy elmondtátok. Édesapám, most hogyan tovább? Folytassuk a nyomozást? Először is összegezzük a felderített tényállást. Az, hogy Sirius kapitány szokatlanul viselkedik. Vagy beteg, és ez esetben az idegrendszerében keresendő a károsodás, vagy történt vele valami. Valami. És ez torzítja el cselekedeteit. Mielőtt végleges véleményt formálhatnánk, két homályos pontra fényt kell derítenünk. Az egyik. Megállapítandó, mi az a titokzatos készülék. A másik pedig meghatározandó pontosan, mikor kezdődött el Sirius kapitány furcsa viselkedése. A Luna mobilt mi nem használhatjuk, tőle kellene elkérni. Esetleg gyanút fogna, hogy nyomozunk utána. Valóban így van. De én kimehetek. Van egy könnyű kis terepjárom, amellyel gyakran utazgatok a hold felszínén. Hivatalos feltárásokat végzek. Az senkinek sem tűnik majd fel, ha véletlenül a Galilei kráterbe téved. Nagyszerű! Közülünk valaki Castuero bácsival mehetne. Ez csak is én lehetek. Sem te, sem más. A Galilei kráter nem nagy. Könnyen áttekinthető. Azt a műszert egyedül is megtalálom. Nektek azt tanácsolom. Beszéljetek Leonida nénivel. Faggassátok ki! Hát, ha emlékszik rá, mikor kezdődött Sirius kapitány színeváltozása. Vegyetek mi, kedveseim, ebből a finom, foszfós, mazsulás kuglókból. Ja, tessék! Én kérek egy szeletet! Egyél, fiam! Leonida néni, én bevallom, félek Sirius kapitánytól. Ha most váratlanul betoppanna és itt találna minket, megmondta, hogy többé egyikünket sem akarja látni. Megmondta, de elég baj, hogy megmondta. De légy nyugodt, Ritukám, nem jön haza. Elutazott a földre. A Luna Press riportere beszélgetett vele a Lunabusz indulása előtt, láttam a képernyőn. Saját szememmel láttam, amint Viktor Sirius beszállt a gépbe. Láttam, amikor a gép elindult. 3 nap múlva jön haza. Leonida néni is úgy látja, hogy a kapitány megváltozott. Kétségbe ejtően megváltozott. Csak jön, megy, utazik, videfonál, egy pillanat nyugta nincs. Itthon egy falatot nem eszik. Bármit főzök, köszöni, nem éhes. Mindent másképpen csinál, mint azelőtt. Mintha kicserélték volna, amióta... Mióta? Ez nagyon fontos, Leonida néni. Hiszen mondom, amióta hazajött arról a földi konferenciáról. Mintha kicserélték volna. Vagy megzavarodott az agya, vagy nem is tudom, mit mondjak. Ingerlékeny, goromba. Sokszor napokra eltűnik, mint most is. Milyen kongresszusról tetszik beszélni? Februárban rendezték Párizsban. Ott voltak a világ leghíresebb tudósai, vezető emberei. Nem tudom, miről tárgyaltak. És amikor hazajött, mindjárt tetszett látni, hogy megváltozott? Abban a szent pillanatban. Azelőtt, ha hosszabb távollét után megérkezett, úgy lépett be, hogy nagyot rikkantott. Itt vagyok, angyalom Leonida, hiányoztam? Most meg Fokhegyről csak annyit mondott. Jó napot, Leonida. Értitek? Igen. Nem azt mondta, hogy jó holdat, hanem, hogy jó napot. Mintha kicserélték volna, mintha nem is ő lenne. Hát, ha tényleg kicserélték. Cserélték az ördögöt. Ez csak olyan szólásmondás. Azt jelenti, hogy erősen megváltozott. De fizikailag a testét nem cserélték ki, nekem elhihetitek. 50 éve élek egy fedél alatt vele. Ismerem minden porcikáját, minden mozdulatát. Ő jött vissza Párizsból, ezt bizonyítom. De milyen állapotban? A rejtély gubancolódik. Mit tetszett találni a Galilei kráterben? Semmit. Hogy semmit? Úgy, ahogy mondom. Meghatároztam a Galilei kráter mértani középpontját. Ott égtelenkedett a porban a Lunamobil lánctalpainak a lenyomata. Sirius kapitány és Berci szkafanderének csizmanyomai. Más semmi. Jaj, azt tetszik gondolni, hogy
Elvitte valaki? Valakinek vagy valaminek el kellett vinnie. Nem biztos. Lehet, hogy a műszer magától ment el. Mondjuk, egy távirányítású rakéta fellőtte. Azt hiszem, a gyerek okos azt mondott. Mint rendesen. Tehát a megfejtendő rejtélyek száma egyel szaporodott. Nem baj. Előbb-utóbb megfejtjük. Leonida nénitől megtudtatok valamit? Egészen pontosan a rendellenes viselkedés kezdetének napját. Sirius bácsi azóta viselkedik különösen, amióta hazajött a világállam konferenciájáról. Mit mondasz? A világállam konferenciájáról? Igen. Hiszen azon részt vett Knox kormányzó, és Adam Renard, és a kocsis házaspár, és én is ott voltam, meg persze Sirius kapitány is. Na hát a kongresszuson, hát nem történt semmi különös, semmi szokatlan esemény. Unalmas volt és fárasztó. A legtöbb meghívott a hosszú előadások alatt békésen szundikált. Azt gondolom, Castuero bácsi, hogy Sirius kapitány mégiscsak önmagában hordozza megváltozásának okozóját. Benne kell keresnünk. És minél alaposabban. Gyerekek, látogassátok meg őt. Hát, ha nem utasít ki benneteket. De vigyétek magatokkal csibészt. Igen, a műpulit is. Az a csodakutya talán észreveszi azt, amit ti nem tudtak érzékelni. Gyerekek, hát kínáljátok csibészt is. De Leonida néni, csibész nem eszik emberi ételt, egyen árammal táplálkozik. A fiastyúkra. Erről mindig elfeledkezem, mert úgy néz rám azokkal a gyönyörű üvegszemeivel. Leonida néni csibésznek nem üvegből vannak a szemei. Miniatürizált tévékamerák azok. Élesebben lát velük, mint az ember. Édes fiam, ezt nekem hiába magyarázod, úgy sem értem. Nekem csibész szeme üvegből van. Leonida néni, Sirius bácsi mikor jön haza? Nem tudom, nem mondta. De most már talán szedelőzködhetnétek, nehogy találkozzatok vele. Nem szedelőzködünk, szeretnénk vele találkozni. Jaj, édes fiam, félek, botrány lesz belőle. Nem lesz botrány, Leonida néni, majd nagyon udvariasak és szerények leszünk. Ez ő lesz, megyek, beengedem. No végre, csak hogy megjött Viktor Sirius. Ki van itt? A gyerekek, Berci, Pierre, Rituka és a kis Pinton, de már mennek is el. Tőlem maradhatnak. Jó holdat, Sirius bácsi. Jó holdat, ne zavartassátok magatokat, csak usonázzatok. Töltetek magának is, Viktor Sirius, még jó meleg a kakaó. Nem, nem kell. De hiszen nem is reggelizett, ebédelni se jött haza. Leonida, kértem már, hogy ne bosszantson folyton az evéssel. 104 éves korában az ember talán csak tudja, hogy mikor kell táplálkoznia. Kínálja csak a gyerekeket, bemegyek dolgozni. Le sem ül... Nem érek rá, ne szavarjon senki! 5. hete nem eszik itthon egy falatot sem. Hát hol? Nem tudom, talán sehol. Ne tessék már ilyet mondani, minden embernek táplálkoznia kell. Ő mondta tegnap, kínáltam vacsorával, rám rivalt. Hagyjon békén, öregasszony! Azt mondta nekem, hogy öregasszony, hagyjon békén, a világ dolgai közt nem az evés a legfontosabb, az evés elhanyagolható. Értitek? Elhanyagolható. Mihogy elhanyagolható? Érdekes. Hát lehet, hogy nincs is rá szüksége. Akkor pedig csibész, csibész, tartsd abba a füledet. Már megint túl erősen csavartad meg. Maradj csendben. Sukok valamit. Pierre, asztalnál nem illik sugdolózni. Csak megbeszéltük a haditervet. Leonida, elmegyek. Később jövök haza, ne várjon meg. De Viktor Sirius... És ne kérdezzen semmit, főleg ne kínálgasson étellel. Na, mi van ezzel a kutyával? Mit ugrálsz körülöttem? Katrodj innen! Takarodj még, megbotlom benne! Takarodj a lábaim közül! Na, elég volt? Felrúglak! Pinton, vidd már innen! Csibész, hozzám!
Csak hogy abba hagyta. Szereti Sirius bácsit, azért csinálja. Nincs szükségem a szeretetére. Na, én elmentem. Jó holdat! Jó holdat! Jó holdat! Nem értem. Ez mi volt? Bizonyítékot szereztünk. Bizonyítékot? Bizonyítékot! Ugyanis megbeszéltem Csibésszel, hogy beleharap Sirius bácsi bokájába. Micsoda? Beleharap? Édes fiam, megőrültél? Nem őrültem meg, csak gyanakodtam valamire. És most bizonyítékot szereztünk. Beleharaptam Sirius kapitány bal bokájába. Jó mélyen beleeresztettem a fogamat. És Sirius bácsi nem vette észre. Meg sem ukkant. Kezdem érteni. Azt mondjátok, hogy nem érezte a harapást? De hiszen akkor... Akkor ez az ember nem Sirius kapitány, és nem is ember. Hanem micsoda? Valami újfajta robot. Én inkább úgy nevezném, hogy reprodukció. Élethű másolat. Ezt nekem ne mond. Aki itt volt, az Sirius kapitány, senki más. Tárgyi bizonyítékom is van rá. Mi az a tárgyi bizonyíték? Az öltöny, ami rajta van, amit most is visel. Ilyen öltöny sok van a világon. Ilyen, csak ez az egy. Amikor utazni készült, én csomagoltam a ruháit, ezen a kabáton hiányzott egy gomb. Gyorsan kerestem egyet, majd tűcérnáért mentem. Leonida néni tűvel, cérnával varja fel a gombot. Én bizony azzal, kislányom, látni se bírom azt az ördögmasinát, azt a gombhegesztőt. Szóval indulok a barrókosaramért, amikor Viktor Sirius azt mondja... Igyekezzék, kedves Leonida, mert lekésem a lunabuszt. Mehetek a következővel. Nem találom a fekete cérnát. Ó, hát akkor varja, hupikékkel csak varja már. És hupikékkel tetszett felvarni? Ugyan, mit gondolsz? Zölddel vartam fel. Az ollót sem találtam, úgy haraptam el a cérnát. Lógva maradt egy kis szál. Ebben a ruhában utazott el a gazdám, és ebben is jött haza. Ott van rajta a zöld cérnával felvart gomb. Tárgyi bizonyíték. Valóban tárgyi bizonyíték, hogy az öltöny ugyanaz. De az ember, aki benne van, nem. Sajnos, az elmondottakból logikusan következtethető, hogy Sirius bácsi alig ha adta jó szántából a ruháját erre a másolatra. Elvették tőle erőszakkal. Szent Leonida, segíts meg! Erőszakkal bántalmazták? Ha ez az ember, aki itt volt, nem Sirius kapitány, csak a másolata, akkor hol van az igazi Viktor Sirius? Rejtély! Elhangzott Sirius kapitány veszélyben. Fantasztikus ifjúsági hangjáték sorozat. Első rész, tárgyi bizonyíték. Ismertetjük a szereposztást. Viktor Sirius, Csákányi László. Leonida néni, Nárai Teri. Pierre, Harkányi Endre. A 4 éves Pierre, Meixler Ildikó. Rita, Örkényi Éva. Berci, Petrik József. Pinton, László Marci. Csibész, Dóka Emánuel. Perez Castuero, Horesnyi László. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc, a rendező munkatársa Lendvai Istvánné, szerkesztő Bújtás Amália. Írta és rendezte László Endre. Sirius kapitány veszélyben. Fantasztikus ifjúsági hangjáték sorozat. Írta László Endre. Második rész. Kastély 7 toronnyal. Miután megállapítottuk, hogy Sirius kapitány személyét egy másolatrobot bitorolja, Leonida néni kétségbe esetten felkiáltott. Akkor hol van most az igazi Viktor Sirius? Rejtély! Mondta Pinton, és ebben az egyetlen szóban benne volt valamennyiünk megrendülése, tanácstalansága, rémülete. Nem hiszem.
Nem hiszem, hogy a világállam kongresszusán, ahol annyi nemesen gondolkodó derék ember, annyi kiváló tudós van jelen, valaki erőszakot alkalmazhatott volna Sirius bácsi ellen. Ez az! Most mondtad ki! A világállam kongresszusán. Igenis, ott kell folytatnunk a nyomozást. Perez bácsitól tudjuk, hogy részt vett az üléseken Klox kormányzó. Édesapám, Berci szülei, Castuero bácsi. Ezeket sorjában türelmesen ki kell kérdeznünk. Kell valamit tudniok, kell valamilyen nyomra akadnunk. Helyes! Kezdjük azonnal a kormányzó bácsival. Csúlyisút népének bátor megmentői, legyetek üdvözölve. Foglaljatok helyet. Köszönjük szépen. Hűsítő gyümölcsöt, mivel kínáljalak benneteket? Nem kérünk semmit, kormányzó bácsi. Rettenetesen fontos. Élet-halál kérdésben jöttünk tanácsot, segítséget. No csak, ez izgalmasan hangzik. Kinek az élet-haláláról van szó? Sirius bácsiéről. Viktor barátom élete vagy halála, erről beszélt? Igenis. Nem értem. A kapitány a napokban járt nálam. Nem úgy nézett ki, mint aki a halálát várja. Az igaz, hogy szórakozott és kissé merev volt. Szórakozott és merev és komor. És hiába tetszett őt kínálni, nem fogadott el semmit, se ételt, se italt. És kihagyott az emlékezete. Oh. Egy szóval, furcsán másmilyen, mint eddig volt. Igen, valóban ilyen volt, de ti ezt honnan tudjátok? Mi mindent tudunk, kormányzó bácsi. Azért jöttünk, hogy elmondjuk ezt a mindent, de szavát kell adnia, nem adja tovább. Jó, hát neked adjam a szavamat, tök mag. Igaz, hogy kicsi vagyok, de az most nem számít. Az ügy, amit képviselek, annál nagyobb, nagy jelentőségű és rettenetesen fontos. Tessék szavát adni. Rendben van, szavamat adom, hogy a titkot, amit rám bíztok, engedelmetek nélkül nem árulom el senkinek. Köszönöm. Pierre, én teljesítettem a megbízatást. Most te következel. Kormányzó úr, atyai barátunk, Viktor Sirius februárban Párizsba utazott a világállam kongresszusára. Tudom, én is ott voltam, minden nap láttam őt. Tehát, mint mondám, odautazott, de onnan nem jött vissza. Pierre, fiacskám, miért beszélsz ilyen szamárságot? Azt mondod, nem jött vissza, hiszen itthon van. Minden héten találkozunk, többet jár hozzám, mint bármikor az. Az ember, aki Siriusként jelenleg a Holdon él, nem Sirius kapitány, és nem is ember, hanem valami furcsa masina. Hogy? Talán robot, amilyen még sosem létezett, de inkább nevezném reprodukciónak. Másolatnak. Hát, ha bárki más mondaná, ezt kinevetném és elkergetném, mint ostoba tréfacsinálót. De rólatok ezt nem tételezhetem fel. Bizonyára komoly oka van ennek a képtelen állításodnak. Tehát ki vele? Részletesen. Ki a soros mesélő? Én. Az úgy kezdődött, hogy észrevettem Sirius bácsi viselkedését. Szerintünk Sirius kapitány életét veszély fenyegeti, ha egyáltalán életben van még. Megdöbbentő, félelmetes ügybe keveredtetek. Ki tudja, milyen gonosz erők dolgoznak a háttérben. Azonnal meg kellene tiltanom, hogy ezt a nyomozást folytassák. Kormányzó bácsi, az nem lehet. Tudom, a ti ügyetek, ti kezdtétek el, ti akarjátok végigcsinálni. Ezt nem először hallom. Csak hogy eddig minden esetben mögöttetek állt Sirius barátom. Most ki vigyáz rátok? Az apukám, Pérez Castuero. Ő se rossz. Rendben van, beleegyezem. Sőt, minden segítséget megadok. Köszönjük. De ígérjétek meg, hogy Castuero nélkül egy lépés sem. Megígérjük. Meg lesz, így lesz. No, akkor nézzük, miben segíthetnék. Tessék megmondani, ott a kongresszuson nem történt valami szokatlan esemény? Sirius bácsi hogy viselkedett? Nem emlékszem semmi szokatlanra, semmi rendellenesre. Igaz, én ritkán jártam a körükbe. A Hold küldöttei ugyanabban a hotelban laktak. Az étterem sarkában óriási vízipálma pompázott. Az alatt volt az asztaluk. Erzsi ült az asztalfőn, mellette Kocsis János és Viktor barátom. Aztán Renard és néha Castuero. De mintha lett volna ott még valaki. Pierre fiam, kérdezd meg apádat, neki jobban kell tudnia. Gondoltunk rá, de attól tartunk, hogy ha apát és anyát beavatjuk a dologba, félteni fognak minket, és megtiltják. Na, értem. Na és Pérez Castuero? Megkérdeztük. Castuero bácsi nem emlékszik semmi feltűnőre. Hmm. Ő gyakran járt más társaságban. Valóban, sűrűn láttam a latin-amerikaiak között. Nos, akkor nem fordulhatunk máshoz. Marad Berce édesapja, Kocsis miniszter. Édesapámmal mostanában ritkán találkozom. Ki tudja, mikor látogat a Holdra.
Még videfonon sem zavarhatom. Na, ezen majd segítünk. Múlt felett érdekelte őt a mi kis Sueno telepítésünk. Párizsban megbeszéltük, hogy alkalmas időben meglátogatja őket. Úgy vélem, az alkalmas idő elérkezett. Még ma beszélek vele. Jó holdat, csemeték! Jó holdat! Jó holdat. Hadd lássam, ki nőtt meg. Ki lett okosabb? Ki lett erősebb? Mindenki, mindenki. Tetszett már látni a sutyikámat? Még nem, de besélt róla édesanyád. Szerinte ő lesz az első igazi Sueno ember. Majd megmutatod. Igen, megmutatom. De hallom ám, hogy megint belekeveredtetek valamibe. Véletlenül. Te is benne vagy, csöpség? Mint teljes jogú nyomozó. Így van, édesapám. Pintonnak remek ötleteit ám. Nagyszerű. De térjünk a tárgyra. Knox kormányzó tájékoztatott, várom a kérdéseiteket. Állok elébe. Köszönjük. Akkor én kezdem. Tessék. Tessék elmondani, hogyan viselkedett Sirius kapitány a kongresszuson. Hogyan? Igen. Hát általában úgy, mint máskor. Bölcsen, okosan. Keveset beszélt, de amit mondott, annak értelme, súlya volt. Nem bántotta őt meg valaki? Megbántani őt, dehogy. Ünnepelték. Mindenki tudta, hogyan találtátok meg Csúisút népét. De arra tessék visszagondolni, igen? Hogy nem találkozott-e valakivel, aki nagy hatással lett volna rá. Nem. Nem emlékszek. De igen, találkozott valakivel. Egy nagyon régi ismerősével, barátjával. Egyszer vacsora közben azt mondta... János, ma nagy örömért, egy nagyon régi jó barátom. Volt tisztem az utolsó űrhajómon, akiről azt hittem, hogy 20 éve halott. Itt van, él. Felismert és köszönt. Meghívtam az asztalunkhoz, utólag kérem az engedélyet. Szívesen látjuk. Mondtam valamennyiünk nevében, és valóban szívesen láttuk azt a férfit, aki később körünkben megjelent. Megpróbálom leírni a külsejét. Fiatal, talán 50 éves, magas, karcsú, rendkívül fehérbőrű, kékszemű, koromfekete lobogóhajú volt. Mondott valami megjegyezhetetlen nevet, török vagy görög vagy szkipetár hangzásút. Tökéletesen elfelejtettem helyesebben, akkor sem értettem. De az biztos, hogy a Balkán-félszigetről érkezett. Ugyanolyan űrhajós tiszti díszegyenruhát viselt, mint Viktor barátom, aki vendégünket így mutatta be. 30 évvel ezelőtt ez a szép szál férfi nálam szolgált, mint ifjú hadnagy. Később egy csillagközi űrcirkálónak, az Antaresnak lett a parancsnoka. 2447-ben az Antares eltűnt. Tűvé tették érte a naprendszer, de nem találták meg. Végül az űradmiralitás leírta. A személyzetét holttá nyilvánították. Halottnak itt barátom 5 évvel ezelőtt élve megkerült. Erről én csak most értesültem. 15 évet bolyongott az űrben, de erről majd ő mesél. Semmi érdekes mesélni való nincs benne. Egyszerű mindennapi történet. Szerencsém volt. Na, mondd csak el, ne szerénykedj, nagyon is izgalmas. Annak idején a magazinok is megírták. Ne kéresse magát, kapitány, halljuk a 15 évi bolyongás históriáját. Igenis, miniszter úr. Szóval közel fénysebességgel jártuk a világűrt, 4 ember és 24 űrrobot. Amikor az Antares kormányozhatatlanná vált. 3 tiszten nem bírta sokáig a reménytelen, szörnyű utazást. Összeroppant az idegrendszerük. Meghaltak. Bocsássanak meg, kérem, igazán nem szeretném untatni önöket. Folytassa, kérem. Hallatlanul érdekes. A 15 év alatt 3-szor közelítettük meg a földet. A rendelkezésemre álló kevés anyagból primitív leszálló kabint építettem. Olyasfélét, amilyennel a 20. századi hős elődeink ereszkedtek annak idején a földre, sivatagba, a tengerekre. Irányító rakéták és nagy felületű ejtőernyők segítségével. A 3. föld közelben elhagytam az űrcirkálót, és sikerült földet érnem. Ennyi az egész. Zajosan ünnepeltük hős vendégünket,
akinek neve még mindig nem jut az eszembe. Tudjátok, hogy mindig szórakozott és feledékeny voltam. János bácsi, tessék mondani, Sirius kapitány többször is találkozott azzal az emberrel? Igen, igen, láttam őket együtt. Elmélyülten beszélgettek, és mintha Viktor barátomnak egyre fontosabbakká váltak volna ezek az együttlétek. Édesapám nem csatlakozott többé hozzájuk? Nem. Kitaláljam, hogy miért? Na, halljuk. Mert édesapámnak nem volt rokonszenves az Antarész parancsnoka, aki elhagyta űrhajóját, hogy az életét megmentse. Helyesen következtetsz, fiam. Bárha hinni lehet a szavainak, akkor már ő volt az egyetlen élő ember a fékevesztett Antarészen. Azt tetszett mondani, ha hinni lehet a szavainak. Kérdezem, lehet hinni? Ne tőlem kérdezd. Kérdezzétek meg a konferencia rendezőségétől, mi a neve és címe ennek a balkáni űrkapitánynak. Aztán Knox kormányzó kérdezze meg az űradmiralitás illetékesétől, milyen határozattal zárult a furcsa nevű hősünk elleni fegyelmi vizsgálat. Mert biztosan beszámoltatták 15 éves bolyongásáról. Végül menjetek el Pierre édesanyjához, a Holt központi könyvtárába, és kérjétek ki az 5 év előtti lapokat. Tájékozódjatok, mit írtak akkor róla? János bácsi, azt tetszik gondolni, hogy Sirius kapitány különös viselkedéséhez köze lehet ennek az embernek? Ezt így nem gondolom. De ha valakinek köze van hozzá, az csak ő lehet. Castuero bácsi! Castuero bácsi! Mi a baj? Ég a ház? Megjött a rendezőség válasza. Hurrá! Már régen nem hurráztál. Remélem, most teljesen indokolt. Indokolt. Pierre, olvasd fel. Kérésükre válaszolva, szíves tudomásukra hozzuk, hogy a kérdezett személy neve Jannis Kitirosz, görög származású, szolgálaton kívüli űrhajós kapitány és mérnök. Kongresszusunkon a Balkán félszigetet képviselte. A Duna deltájában, a Szulinai ágban, egy magányos szigeten lévő kastélyban lakik, pontosabb címét nem ismerjük. Figyelem, ifjú nyomozók! Felolvasom az űradmiralitás válaszát. Cím, stb. Na, most következik a lényeg. Jannis Kitirosz űrhajós kapitányt, az eltűnt Antarész űrcirkáló parancsnokát, a fegyelmi bizottság a bemutatott naplók és hangrögzítések megvizsgálása után vétlennek talált a hajója elhagyásában. Igen, a többi már nem érdekes. Tessék, itt az 5 év előtti sajtó. Az űrkurír ezt írta. Fényesen igazolták Kitirosz kapitányt. Tervét az 5 év múlva újból földközelbe kerülő Antarész befogásáról szakértői bizottságnak adták át. A Naprendszer című hangos tudományos magazin így tudósít. Az Alpha Centaurit megjárta kapitányt, saját kérésére szolgálaton kívüli állományba helyezték. Nyilatkozata szerint a jövőben kizárólag kozmológiával kíván foglalkozni. Megvan! Itt van, nézzétek! Na! Jannis Kitirosz kastélya a Dunadelta Szulinai ágában. Ő a mindenit! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 7 tónyú mesebeli palota! Ezt könnyen megtaláljuk! Pintonkám, talán oda akarsz utazni? Természetesen! Ti talán nem! Ezt édesapád dönti el! Tisztelt nyomozóbrigád! Beszéltem rövid hullámon a Szulinai hírközlési hivatal vezetőjével. Kértem, hogy kapcsolja Jannis Kitirosz kapitány lakóházát. Azt válaszolta, hogy nem lakóház, hanem 7 tornyú kastély. Igen, jól ismeri. Szulinától mintegy 50 kilométerre fekszik nyugatra, de nincs vele semmiféle összekötetése. Az ingoványos Dunaág mestersége szigetén épült, és csak vízi úton közelíthető meg. Ő pedig vízi járművel nem rendelkezik. Castuero bácsi, nekünk ezzel a Jannis Kitirosszal okvetlenül beszélnünk kellene. Igen. Hát ő a következő láncszem, tőle talán megtudhatjuk, mi történt Sirius bácsival. Egyetértek Pierre-rel. S ha ennek a Kitirosznak nincs videfonja és nincs adóvevője, fel kell őt keresnünk személyesen. Úgy van! Felkeressük személyesen! Na jó, 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 meghajlok a többség akaratával. És elutazom én egyedül a Duna deltájához. Nem így gondolom. Nem, ám, Castuero bácsi gravipánya 6 személyes. Vagyis elférnénk benne valamennyien, és a szüleink biztosan elengednének. Én, mint szülő, már is ellent mondok.
Pintont nem engedem el ilyen bizonytalan, talán veszélyes útra. Ha édesapával vagyok, semmi bajom nem történhet. Csend! Te és Csibész itthon maradtok. Pierre, Berci és Rita szüleivel pedig majd beszélek. Utastér, utastér! Nézzétek a képernyőt! A Duna folyását követjük. Az a város ott lent, Linz. Azonnal Wien fölé ér. És azután Magyarország következik, az én hazám. Budapesten laknak a szüleim, ha nagy ritkán otthon vannak. Berci! Nézd csak, Budapest! Felismerem! Hát te már jártál itt? Még egészen kisfiú voltam, amikor Kocsis János bácsik meghívtak. Egy egész nyarat töltöttem Berciéknél. Már Belgrádot is elhagytuk. Most Románia fölött járunk. Ugye, jól mondom, Csicsi? Nagyon jól. Milyen gyönyörű látvány. A Duna 100 meg 100 ágra szakad. Közeledünk a deltához. Azonnal meglátjátok a fekete tengert. Én már látom. De egyáltalában nem fekete. Ez is tösen csillogó gyönyörű víztükör. Kedves, barátságos. Ráibáztál, kislányom, az ókori nevére. A görögök Pontus Euxeinosnak vendégszerető tengernek hívták. Vajon nekünk melyik arcát fogja mutatni? Milyen? Hát ez micsoda? Ki ugat? Éppen ideje, hogy megérkezzünk. Ha még sokáig tart, megfulladok ebben a bádogládában. És Pinto! Ti vagy Csibész? Fölösleges kérdés. Láthatod. Utastér, figyelem, zajt hallok. Mi történik ott? Jelentem, két potyautast találtunk, Pintont és Csibészt. Elbújtak egy üres élelmiszeres tartályban. Mit tegyünk velük? Ha-ha, jó éhesek lehetnek. Kínáljátok meg őket valamivel, mondjuk Pintont datójával, Csibészt meg egyenárammal. Kaszéró bácsi tudta, hogy itt vannak, hogy elbújtak? Tudtam. Az utastér stabilizátora már induláskor jelezte itt létüket. Büntetésből hagytam, hadd szenvedjenek egy kicsit abban a plés kapujában. Tehát maradhatunk? Mit csináljak veletek? Dobjalak a Dunába? Lehet, hogy még hasznotokat is veszünk. Éjjel, Kaszk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 a
Szulinára. Castro bácsi, gyönyörű innen az erkélyről ez az aranyos fövenyű strand, a nyüzsgő sokasága, a habtarajos tenger. Ha nem tévedek, fürödni akartam. Igen. Ha lehet. Hát miért ne lehetne? Bújjatok fürdőruhába, és futhattok a vízbe. Állj! Csibész itthon marad, ti pedig hétre itthon legyetek, vacsora 8-kor, utána korán lefekszünk. Holnap hajnalba indulunk a héttornyú kastélyba. Megértettétek? Igen! Ezen a szárnyas micsodán utazunk, Castro bácsi? Igen, a neve siklórepülő. Aha. Befogadó képessége 20 személy, a legnagyobb merülése mindössze 20 cm. Hú, ez igen. Ezen a vidéken csak ilyennel közlekedhetnek az ingoványos sekélyvizeken. Szálljatok be, és köszöntsétek a kapitányt, Popescu urat. Jó reggel! Hírből ismerek mindenki, csak befelé-befelé azonnal van indulás. Helyezik magukat kényelmesbe, azonnal felszolgáljuk reggeli. Te, ez atomhajtásom. Én is úgy hallom. Jól hallják, fiatal emberek, van atomhajtás és valósággal repülés. Jaj, de pompás! De Pinton, kapaszkodj! Jó mondja, kisasszony, tessék kapaszkodni korlátba, nem jó vízbe beleesni 100 kilométeres sebességgel. Valóban remekül haladunk. Fogunk lassabban is menni, fogunk camogni, és zsombékok nádmezők fölött, egészen sekély vízben. Popescu úr, jól ismeri a kastélyt? Úgy jártam ott, nem egyszer szoktam szállítani Janis úr. Hová? Természetesen Szulinára. Mikor vitte utoljára Kitirosz kapitány? Utoljára nem vitte, hanem hozta. Körülbelül 2 hónappal ezelőtt érkezte haza Janis úr Párizsból, konferenciáról. Jött-e vele érdekes vendég, azután érdekes vendég úr elutazta. Janis úr nem utazta vele, tehát
Jannis úr maradt a kastélyban. És milyen volt az az érdekes vendég? Látta? Persze, hogy látta. Szálfa magas, nagy, fehér, bozontos hajzad, dús, fehér szakál, és űrhajós egyenruha. Sirius bácsi. Sirius bácsi. Sirius kapitány. Így hívták? Igenis. Hívták Sirius kapitány. Látják? Ott az a sziget. Nagy, magas fűszfák takarják. Azok mögött van kastély. Hét toronnyal. Itt csak pöfögünk lombok alatt, vízi utacskán, még sok nagy fa alatt. Ott a lombok alagútja végén már látszik kicsi darab kastélyból. Azonnal érünk oda. Ó, nézd, a nagy medvére. Ez aztán palota. Mint egy mesevár. De hogy megyünk tovább? A vízi út hatalmas boltíves kapun halad át, de a kaput erős acélrács zárja. Popescu úr, ki tudja nyitni a rácsot? Talán fel lehet tolni. Nem lehet, de enyém kicsi hajó le tudja merülni víz alá. Itt van 8 méter mély a meder, hajócska. Át tudja bújni a rács alatt. Egy-kettő, mindenki megy a kabinba. Ajtókat bezárni fogjuk. Ki hitte volna, hogy varázshajón utazunk? Merülünk, valóságos kis tenger alatt járunk. Emelkedünk a felszínre. Tessék jönni ki, megérkeztünk kastély hét toronnyal kapujához. Lesz kiszállás! Ha-ho! Van itt valaki? Senki. Nem kell kiabálás. Jannis úr, nincs család, nincs személyzet. Én itt teljesen egyedül. Lehet, hogy alussza, vagy dolgozik egyik toronyba. Nem hallja. Tessék nyugodtan kiszállni. Kapu nyitva, tessék bevenni, megkeresni Jannis úr. Ő van nagyon barátságos, vendégszerető. Itt maradni én. Hajócska, amíg vissza nem jönnek. Castoero bácsi, valóban nyílik. Bemehetünk. Perci, te itt maradsz, a bejárat előtt. Tessék egy URH készülék és egy kábítólézer. A másik URH-t te viszed, Pierre. Kapcsolatban maradsz Bercivel. Egymást értesítitek mindenről. Igen. Így. Akkor most szép lassan, óvatosan induljatok. Én hátulról fedezlek titeket. Nálam is kéznél van a kábító. Fölösleges csinálás, nagy hokusz-pokusz. Itt van tökéletes békeség. Senki ember. Egyedül Jannis úr. Lehet, hogy így van, de nem kockáztathatunk. Indulás! Hű, de érdekes! Itt Pierre! Hallasz, Berci? Vétel! Kitűnően! Vétel! Óriási márványteremben járunk. Gyönyörű régi bútorok, szőnyegek. Márvány lépcsőkön lépegetünk fel az emeletre. Itt lakószobák sorakoznak, és modern fürdőszobák. A folyosó végén kanyargó vaslépcső vezet még magasabbra. Erre menjek, Castoero bácsi? Igen, próbálkozunk arra. Ez valami előtér. Vasajtó zárja el a továbbjutást. Édesapám, titkos zár van rajta. Betűzár. Itt bajosan megyünk tovább. Engedj csak oda. 6 kombinációs. 6-szor a teljes ABC. Einsteinre. Ez több millió variáció. Mit tegyünk? Itt Berci. Majd én megmondom, mit tegyetek. Bízzátok Csibészre a zár kinyitását. Ó, geniális ötlet, Bercikém! Csibész, meghúzom a füledet, megnyomom az orrodat. Csibészkém, meg tudod fejteni ezt a kombinációt? Megpróbálom, szép lassan forgasd az első betű sort. 100-szorosára felerősítem a betű kattanását. A beállított betű kicsit élesebben kattan. Ej! Ez betű. Forgasd! Ej! I betű. Forgasd! Ej! R betű. Sír. Forgasd! Ej! Ismét I betű. Sír.
Siri, vagy Siri. Sirius lesz. Gyorsan próbáljuk meg. Sirius. Lássuk, Kaszlero bácsi. Nyílik az ajtó. Állj, ne nyiss ki. Nem lehet tudni, mit találunk odabent. Álljatok az ajtószárny mögé. Én megyek be egyedül, és csak akkor kövessetek, ha szólítalak benneteket. De Kaszlero bácsi. Ez parancs. Mindenki engedelmeskedik. Pierre, tartsd a kapcsolatot Bercivel. Tartom. Itt Pierre. Kaszlero bácsi most lassan kinyitja a vasajtót. Belép. Mi nem látjuk, mi van odabenn. Teljes csend. Kaszlero bácsi nem szól. Nem hív minket. Még mindig semmi. Mi történik a szobában? Nem mozdulhatunk a helyünkről. Ez a parancs. Most hallok valamit. Lépéseket. Kaszlero bácsi kilépett az ajtón. Becsukja az ajtót. Kaszlero bácsi sápat. Látom, felindult. Mi van odabent? Nem nézhetjük meg? Nem. Még nem. Nem gyereknek való látvány. Jó Istenem. Rituka, szaladj le az első emeletre. A fürdőszobákban láttam lepedőket. Hozz fel kettőt. Igen, soha. Itt Pierre. Aggódom. Kaszlero bácsi két lepedőt hozat. Kaszlero bácsi. Lepedővel a halottakat szokták letakarni. Ne aggódj. Nem halottak. Csak mezítelenek. Itt Pierre. Itt vannak már a lepedők. Kaszlero bácsi beviszi a szobába. Várakozunk. Bejöhettek. Most szólt, hogy bemehetünk. Bemegyünk. Nem szoba, hanem terem. Óriási laboratórium. De nem tudom milyen. Első pillanatban nem ismerek fel semmit. Ismeretlen célszolgáló gépek, műszerek, eszközök. A terem közepén két hosszúkás, magas fémasztal, leterítve a lepedőkkel. A lepedők alatt kidudorodó emberi testek. Igen, határozottan látszik, hogy két emberi test fekszik ott. Kaszlero bácsi most az egyikhez lép, megemeli a lepedőt, nyitott szemű férfi fej. Koromfekete haj, nagyon fehér bőr, kék szemek. Ez Jannis Kitirosz. Igen, ez Jannis Kitirosz. És halott? Nem. El van kábítva, de lélegzik. A szíve is dobog. Nagyon gyengén, de szabályosan. Berci, hallottad? Igen. Kaszlero bácsi a másik asztalhoz lép. Felhajtja a lepedőt. Ugye, Sirius bácsi. Igen. A másik férfi Sirius kapitány. Elhangzott Sirius kapitány veszélyben. Fantasztikus ifjúsági hangjáték sorozat. Második rész, kastély hét toronnyal. Ismertetjük a szerepfosztást. Viktor Sirius, Csákányi László, Leonida néni, Nárai Teri, Pierre, Harkányi Endre, Rita, Örkényi Éva, Berci, Petrik József, Pinton, László Marci, Csibész, Dóka Emánuel, Perez Castuero, Horesnyi László, Knox kormányzó, Képesi József, Kocsis, miniszter, Rutkai Otto, Jannis Kitirosz, Gellei Kornél, Popescu, Szabó Otto. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc, a rendező munkatársa Lendvai Istvánné, szerkesztő Bújtás Amália, írta és rendezte László Endre. Sirius kapitány veszélyben. Fantasztikus ifjúsági hangjáték sorozat. Írta László Endre. Harmadik rész. Két mozdulatlan férfi test. Kaszlero bácsi megemelte a lepedőt. Nyitott szemű férfi fej, teljesen mozdulatlan. Koromfekete haj, nagyon fehér bőr, kék szemek. Ez Jannis Kitirosz? Igen, ez Jannis Kitirosz. Halott? Nem.
el van kábítva, de lélegzik. A szíve is dobog. Nagyon gyengén, de szabályosan. Akkor Castro bácsi a másik asztalhoz lép, felhajtja a lepedőt. Ugye, Sirius bácsi? Igen. A másik férfi Sirius kapitány. Castro bácsi hallgatja a szívműködését. Számolja a pulzusát. Él ő is. De nem mozdul. Szinte a klinikai halál állapotában van. A szíve ugyan dobog. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 12 másodpercenként egyet. Tessék nézni, azt a vörös jelzőlámpát. Pontosan akkor villan egyet, amikor Sirius bácsi szíve dobban. Erre vezet a kábel, amely összeköti vele. A másik lámpa, az a kék. Nyilván a másik bácsi szívműködését jelzi. Minden bizonnyal. Itt Bercsi! Itt Bercsi, vétel! Itt Pierre, vétel! Nem a nevedre vagyok kíváncsi, mondd már, mi történt Sirius bácsival? Él! De merev kábulatban fekszik. Nem merev. Helyesbitek, nem merev! Castro bácsi halítgatja a karját. Az izomzata élő és puha, kitiroszé is. De úgy tűnik, mindketten tökéletesen öntudatlanok. Nem mehetnék fel én is hozzátok. Castro bácsi, nem sok értelme van annak, hogy én itt lenn a kapuban biztosítom a semmi ellen a hátunkat. Igazad van, nincs veszély. Rajtunk kívül egy lélek sem tartózkodik a héttornyú kastélyban. Feljöhetsz, vége? Ki tudja, mióta fekszenek itt mozdulatlanul? Az értelmem ugyan tiltakozik ellene, de azt kell válaszolnom, legalább 6 hete. Igen, legalább azóta, hogy a vendégúr Popescu hajócskáján hazautazott. Azt tetszik gondolni, hogy az a gép, az a másolat Sirius tette ezt velük? Nem valószínű, fiam. A másolat azt teszi, amit parancsolnak neki. Ha logikát keresünk ebben az értelmetlennek látszó rémtedben, az a valószínű, hogy másolat Siriust valaki valamilyen megbízatással a holdra küldte. És hogy az igazi Sirius ne álljon az útjába, a héttornyú kastélyba csalták, és talomba tették. Mit jelent az talomba tenni? Különféle kártyajátékokban azokat a lapokat teszik talomba, amelyek a játszmában nem vesznek részt. Értem. Sirius bácsi talomba tették, hogy ne vehessen részt a játszmában, a játszmájukban. Kiknek a játszmájában, mondd már ki! Nem merem, félek kimondani! Sose félj, nyugodtan kimondhatod. Azt hiszed, hogy nem földi emberek, hanem valamilyen hatalmasabb lények játszmájában. Ne, Castro bácsi, kérem, az űrben közlekedő ember már a 20. században keresni kezdte idegen bolygón élő embertestvéreit, de 500 éven keresztül senkit sem talál. Majd én válaszolok, Castro bácsi, majd én. Helyes, de fújt ki magad előbb. Hát szóval, mint tudjuk, a világegyetem végtelen. Végtelen sok olyan csillagrendszerből áll, mint a mi galaktikánk. A végtelen az trilliószor, trilliószor, trillió, és így tovább végtelen sokszor. Ha csak minden százezredik, vagy minden milliómodik csillagrendszerben fordul elő egyetlen egy földrendszerű bolygó, akkor is végtelen sok ilyen életet hordozó bolygónak kell lennie. Végtelen sok életnek, de térben és időben végtelen messze tőlünk. Nem csoda, hogy nehezen találkozunk össze. Bravo, Berci! Szépen, költőjen fogalmaztad meg a valószínű igazságot. Minden bizonnyal azt hiszed, hogy itt most az eseményeket egy nem földi, élőlény testvérünk irányítja. Igen, is azt hiszem. Lehetséges. Ez is lehetséges. De még sok minden más is. És hogy némileg behatároljuk az igazságot, azt javasolom, tartsuk féken a fantáziánkat. Induljunk el a kézzel fogható tényektől. Helyes. Én elindulok. Első tény, hogy Sirius bácsi mozdulatlanul fekszik, de él. Sőt, testhelyzetéből és arckifejezéséből ítélve sértetlen. Nem is érzi rosszul magát. Valami különös életben tartó szerkezet gondozhatja mindkettőjüket. Esetleg nem szerkezet, hanem személy. Talán egy öreg szolga vagy szakácsnő, aki időnként feljön, ételt hoz neki. Nem jó. Mozgásképtelenek, bizonyára nyelni sem tudnak. Hát, akkor talán tövön keresztül táplálják őket, vagy infúziót kapnak. Nem. Ennek nyomát kellene észlelnünk. Szúrások helyét a karon, műszereket, sterilizálót, de ilyesminek nyoma sincs. Vagyis nem tudjuk, hogyan táplálkoznak. Pedig táplálkozniuk kell.
hiszen Castuero bácsi feltevése szerint másolat Sirius eltávozása óta, tehát legalább 6 hete feküsznek tehetetlenül. Ha nem látszanak éhezőnek. Zsák utcába jutottunk. Tapogatózzunk másfelé. Castuero bácsi, nekem eszembe jutott valami. Nosa, ki vele? Amint elnézem őket, békésen, kellemes körülmények között feküsznek egy jól temperált laboratóriumban, ahol különös illata van a levegőnek. Ápoltak, tiszták, eszméletlenek. Eszméletlenek? Castuero bácsi, biztos, hogy eszméletlenek? Ha dobog a szívük, ha lélegzenek, akkor talán látnak is, hallanak is. Eszméletnél lehetnek. Castuero bácsi, hogyan lehetne ezt megállapítani? Igazad lehet. Igazad lehet, Pierre. De megbizonyosodni róla alig ha tudunk. Tessék megengedni. Van egy ötletem. Mit akarsz csinálni, kislányom? Sirius bácsi gyűlöli a hazug embert. Megkísérlem, hazudom neki. Hát, ha valami jelét adja haragjának. Ugye, szabad elvennem ezt a nagyító lencsét. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ha nagyon figyelem a szemét, talán észreveszek valamit. Sirius bácsi, tetszik engem hallani? Tetszik engem látni? Semmi. Sirius bácsi, hát olyan értelmesen csillog a szeme, valósággal néz a szeme. Kell engem hallania, kell! Egy pici jelét talán csak tudja adni annak, hogy igen, és annak, hogy nem. Hiába minden. Ne csüggedj, Rita. Azt mondtad, hazudni fogsz, akkor hát hazudj. Jó. Mert eddig egy szót sem hazudtál. Persze, hazudni, persze. 2×2=4. 2×2=4. 2×2=4. 2×2=4. 2×2=5. Igenis, 2×2=5. Láttál valamit? Igen, mintha egy kicsit összeszűkült volna a pupillája. Képzelődsz, az lehetetlen. Igazad van, lehetetlen. De hát, ha mégsem lehetetlen. Jaj. Gyere, nézd te a nagyító. Na jó, add ide. Számolj. 2×2=4. 2×2=4. 2×2=4. 2×2=5. 2×2 igenis, 5. Hújahó! Összeszűkült! Igazán összeszűkült, Castuero bácsi! Nyugodj meg, ne üvölts! Tehát úgy tűnik, Sirius kapitány az igenre nem reagál, a nemre viszont megrándul egy kicsiny retina mozgató ideg. Ezek szerint tőle magától megtudhatunk sok mindent, csak ügyesen kell kérdeznünk. Nem megy. Sajnos semmire sem megyünk a kérdéseinkkel. Sajnos. Már valamennyien megpróbáltuk. Kérdeztünk tücsköd bogarat. Valóban tücsköd bogarat. Csak olyasmit nem, ami célra vezető lett volna. Pedig esküszöm, hogy tagadáskor összeszűkül a pupillája. Hiába. Más megoldást kell keresnünk. Nyughass, cibész! Mit akarsz, cibész? Értem! Csibész is kérdezni akar! Olyan mindegy, kérdezzen! Gyere, csibészkém! Kérdezni fog! Megcsavarom a fülecskédet! Megnyomom az orrodat! Na most kérdezhet! Sirius kapitány, tisztelettel bejelentem, hogy én nem óhajtok segíteni! Összerándult! A galaktikára összerándult! Tehát azt akarja, hogy Csibész segítsen neki. De nem tudok segíteni. De azt jelzi, hogy tudsz segíteni. Ugyan mivel tudnék? A számítógépemmel? Nemet jelez. A fotócella soraimmal? Nem. Mini TV kamerámmal? Nem. Megvan. Bioárom kapcsolatot létesítsek? Mozdulatlan, nem jelez. Ancser, ha nem jelez, akkor igen. Kapitány úr, gondolatait semmi körülmények között nem veszem át, és nem közvetítem. De igen, közvetítened kell. Erősen összeszűkült a pupillája. Sirius kapitány ezt kívánja.
Barátaim, a kapcsolat Csibész központi agya és Sirius kapitány bioáramköre között azonnal létrejön. Ezt az utolsó impulzus gerjesztőt kell behelyeznem, hogy Csibész át tudja venni a kapitány gondolatait, és nekünk hangosan el tudja mondani. Sirius kapitány valódi hangján! Nagyszerű! Tehát Sirius kapitány hangján! Csibész, ne izeg mozogj! Csak egy pillanatig maradj nyugton! Úgy! Köszönöm! Kész! Hely, ti álomszuszékok! Hol a csodában tekeregtetek ilyen sokáig? Azt hittem, már soha nem találtok meg. Sirius bácsi, élni tetszik, és beszélni tetszik. Természetesen tetszem élni, de beszélni nem tetszem. Azt nem tudok. A gondolataim a Csibész fordítja le emberi beszédre. Sirius bácsi, várt minket. Nagyon is. Reméltem észreveszitek, hogy aki a holdon a helyemet bitorolja, nem én vagyok. Reméltem, hogy kis szürke agysejtjeitek buzgolkodni kezdenek, és megfejtitek a rejtélyt. Arra persze álmomban sem gondoltam, hogy ez 42 napot fog igénybe venni. Sirius kapitány, egy rendkívül fontos kérdést kell feltennem. Tedd csak fel, Pérez fiam. Ön él? Hogyan? Bocsánat, ez groteszkül hangzott. Úgy értem, hogy a teste... Nem szenvedette valamilyen súlyos károsodást? Életre tudja-e magát kelteni? Édes fiam, ez nem egy kérdés volt, hanem három. Az elsőre a válaszom. Igen, élek. A másodikra nem szenvedtem semmi károsodást. Rég nem éreztem magam olyan pompáson, mint az elmúlt 42 napon. A harmadikra nem tudom magam életre kelteni. Erre majd csak az a szélhámos másolat lesz képes, ha elvégezve a holdon feladatát, visszajön ide, és az életrekeltési parancsot teljesíti. Köszönöm. Most azt szeretném megtudni, hogy Jannis Kitirosz ugyanolyan állapotban van-e, mint kapitány úr? Fizikailag igen. A másolat őt is életre kelti majd, de szellemileg nem. Kitirosz én tudata nincs jelen. Hol van? A holdon... Az én hamis bőrömben. Nem egy könnyen érthető összefüggés. Azonnal megértenétek, ha nem ostromolnátok zagyva kérdésekkel, hanem hagynátok, hogy minden sorjában elmondja. Hagyjuk, Sirius bácsi. Nos, ez a Jannis gyerek egyik legkitűnőbb fiatal tisztem volt. Örültem, amikor az Antares parancsnoka lett, és 20 évvel ezelőtt nagyon fájt az elvesztése. 5 évvel ezelőtt valahogy elkerülte figyelmemet a feltámadása. Meglepett a találkozásunk. A konferencián rendkívül népszerű volt. Ünnepelték. Először tetszett nekem a dolog, aztán feltűnt valami. Kitirosz ellentmondásokba keveredett. Egyszer azt kérdeztem tőle. Mondd, Jannis, amikor a kormányozhatatlan Antares 5 év után először került föl közelbe, élt még mind a 3 embered? Igen, úgy emlékszem, Bobby Frida 6. év elején lett öngyilkos, Richard Orson. Mikor is? Nem sokkal később szkafanderben kilépett az űrbe, mert egy borítólap megazult. Könnyelmű volt, nem biztosította magát szalaggal, kapkodott, ügyetlenkedett. Egy helytelen mozdulata eltaszította az űrhajótól. Lassan elúszott az űrben. Kerestük, de nem találtuk meg. A harmadik, a kis olasz Tónió, együtt küszködtünk 14 évig. Együtt építettük a leszálló kabint. Hibásan helyezett el egy fékező rakétát. Felrobbant a kezében. Tónióból nem maradt semmi. Ha jól emlékszem, az Antaresnak 5 kis gyors kompja volt. Azokkal mi történt? Azokkal a... Ja igen, amikor az egész kormányberendezés egyszerre megszűnt működni, a kompok is használhatatlanná váltak. 3 nappal később véletlenül fültanúja lettem egy beszélgetésnek. A görög kormányfő adott állófogadást. Rengetegen voltunk, ide-oda sodort a tömeg. Jannis háta mögé kerültem, aki egy honfitársával beszélgetett, természetesen görögül. Én elég jól beszélem ezt a nyelvet, de Jannis erről nem tudott.
Az eltűnése után tanultam meg. Sajnos Richard Orzont nem tudtam meggyógyítani. Elfogyott a gyógyszerünk. Szegény barátomat egy hét alatt elvitte a vérhas. Ez döntő bizonyíték, hogy Kitirosz nem becsületes ember. Nem, nem. Ez még lehetett volna véletlen vagy tévedés is. De egy harmadik változat felnyitotta a szememet. Kitirosz bácsi! Megyed a virágot a hős életmentője! Yeah! Hölgyeim! Hát, hölgyeim, miért kapom ezt? Oh, Richard Orson életének megmentéséért. Yeah! Mi valamennyien Cardiffből jöttünk. Jól ismerjük a hősi halált halt Richard Orson gyermekeit és unokáit. Igaz, lányok? Igen. Tudjuk, hogy ön egy alkalommal bátran utána röpült az űrbe. Megtalálta és visszahozta az Antarészre. Igen, igen, igen. Igen, ez így volt, de sajnos hiába. Mégis ott hunyta le végelgyengüléstől fáradt szemeit az űrhajón. A karjaimban. Másnap négy szem közt kérdőre vontam. Janis, fiam, nem árulnád el nekem mégis, hogyan halt meg szegény Richard Orson? Eltávolodott a végtelen űrbe, vagy vérhasban múlt ki? Netán lehunyt a végelgyengüléstől megfáradt szemeit. Hogy? Kapitány úr, beszél görögül. Elég jól. És ott volt, amikor azok a kerge cardiffi lányok virággal ünnepeltek? Véletlenül. Megérdemlem a gúnyos kérdőre vonást. Sajnálom. Kapitány urat mindig tiszteltem. Példaképennek tartottam. Én is szerettelek, Janis fiam. És soha nem tartottalak hazug szájhősnek. Köszönöm. Azt hiszem legokosabb lesz, ha elmondom az igazat. Csak ha akarod. Én nem kérdezem. Akarom. Richard Orson másképpen halt meg. Ezeket a variánsokat csak úgy kitaláltam. Kell mondani valamit, ha nem lehet az igazat. Gondoltam, hogy így van. És nyilván Bobby Freed is másképpen halt meg. És Tornio is. Igen. Egy másodperc alatt hamuvá égtek mindhárman. És te? Miért nem égtél hamuvá te is? Mert én éppen őrjáratot végeztem egy gyors komppal. Ezek szerint valószínűleg a kormánymű hibája is kitalálás. Igen, ugye? Igen. És a 15 évi őrült száguldozás is az Alpha Centauri meg a Föld között? Az is. És nem igaz az általam barkácsolt leszálló kabin sem. Attól tartok, hogy az igazság elképesztő. Igen. Természetesen a teljes igazságot nem mondhatod el. Nem. De talán mégis. Kérdezd meg tőlük. Elmondhatod-e? Nincs kitől megkérdezzem. Nekem kell döntenem egyedül. És aztán tessék mondani, Sirius bácsi, úgy döntött, hogy elmondja? Igen, úgy döntött. Elmondok mindent, kapitány úr. De nem itt és nem most. Mert ha ezt tenném, talán kételkednék a szavaimban. Itt semmit sem tudok bizonyítani. De ha megtisztelne és vendégem lenne az otthonomban... Sirius bácsi, tehát ön szántából jött ide, hogy megtudja az igazat? Igen. És megtetszett tudni? Nem, de sejtem. Mégis. Hogy történt? Tessék elmesélni! Megérkeztek a Popescu bácsi repülőcsónakján. Igen, megérkeztünk. Kitirosz alázatosan hajlongott. Parancsoljon! Lépjen be szerény házikómba, kapitány úr. Ha Janis fiam, ez neked szerény házikó? Inkább királyi palota. Az űrkapitányi fizetésedből vette. Közel tetszik járni az igazsághoz. Az űrből hoztam valami rendkívül értékeset, abból futotta. Egyszer volt egy kis kadétom. Évekig takarította az űrjáratok fő útvonalait.
Mindig arról ábrándozott, hogy befog egyszer egy néhány tonnás kisbolygót színaranyból. Hogy látszik, te befogtad. Így is mondhatjuk. Azért tisztelt meg a látogatásával, kapitány úr, hogy megtudja az arany kisbolygó igaz történetét. Előbb azonban, ha megengedi, asztalhoz ülünk. Kérem, kóstolja meg héttornyú kastélyom gasztronómiai különlegességeit. Melyik teremben ebédeltek? Az első emeleten egy rózsaszínű sejem kárpitos kis helyiségben. Láttam! Pontosan alattunk van. Sirius bácsi, milyen ételeket szolgáltak fel, és ki szolgálta fel? Senki. Az étkezőasztal automatikusan tálalta elénk a legváltozatosabb fogásokat. Nem tudnám megmondani, hogy mit ettem, de nagyon ízletes volt. Majd gyöngyöző, aranyszínű nemes borral kocintottunk. És egyébre nem emlékszem. Az italban kábítószer volt. Itt értem magamhoz ezen a fémasztalon. Az agyam tisztán, világosan mindent tudott, mindent felfogott, közérzetem kellemes, hallottam és láttam mindent. De a testemen nem volt ruha, nem volt semmi, és mozdulni nem tudtam. Láttam Janis Kitíroszt, fölém hajolt és azt mondta. Sajnálom, Sirius kapitány, csapdába kellett csalnom. Parancsot teljesítek. Ide csalogattam, hogy 60 napra kölcsön vegyem a külalakját, a személyét. Megnyugtatom, hogy ez alatt semmi bántódása nem esik. Kellemesen fogja eltölteni ezt a kis időt ezen a fém fekvőhelyen, amelynek neve a boldogság első számú ágya, és puhán simul a teste legkisebb hajlatához is. Mindössze néhány perces kényelmetlenséget kell elviselnie, amíg mintát veszünk önről. Meglátja, a másolat élethű lesz. És akkor sugarak érkeztek minden irányból. Valósággal letapogatták minden porcikámat. Fények és színek villantak, berregések, süvítések hangzottak. 10 percig sem tartott, és ott állt mellettem testem tökéletes mezítelen másolata. Épp a ruháimat húzta magára. Kitíros tükröt tartott a szemem elé, hogy jobban lássam önmagamat. Hogy tetszik, Sirius kapitány? Ki hinné, hogy ez az úr nem ön személyesen, hanem egy robotreprodukció, aki most hazautazik a Holdra, az ön kedves Leonida nénie és ifjú barátai szerető körébe. Amit látja, ismerjük az életét, a környezetét. Alaposan kifigyeltettünk mindent. Másolat Sirius garantáltan kifogástalanul fog viselkedni. Nem hoz önre szégyent, annál is inkább, mert én is vele leszek. Na nem élő valóságomban, csak a tudatomat viszi magával. Másolat, ez az ügyes, engedelmes masina segít nekem a feladat végrehajtásában. Ekkor Kitíros felfeküdt a másik asztalra, és kiadta a parancsot másolatnak. Kezdheted! Ennek éppen 42 napja. Azóta itt fekszünk egymás mellett én és a derék Janis Kitíros kapitány. Én tudatom teljes birtokában. Kitíros üresen, tudat nélkül. Várjuk, hogy másolat elvégezze feladatát a Holdon, és a 60. napon visszajöjjön felébreszteni minket csipkerózsika álmunkból. Igen, értem. Azt hiszem, nem lehet vitás, hogy Kitíros valakit, vagy valakiket szolgál, akik sokszorosan hatalmasabbak nálunk embereknél. És mivel ezt rejtőzködve titokban teszi, bizonyára veszedelmet hoz az emberiségre. Azt hiszem, Castuero bácsi, most nem azzal kellene törődnünk, hogy Kitíros és a másolat miben sántikál, hanem első és legfontosabb teendők Sirius bácsi kiszabadítása és hazaszállítása legyen. Hoho, ne olyan hevesen, nem én vagyok a fontos, hanem igenis az emberiség. Nyakon kell csípjétek a Holdon sündörgő másolatot. Nekem itt remek dolgom van, ne féltsetek. 18 nap áll rendelkezéstekre, hogy leleplezzétek Kitíros és másolat mesterkedéseit. Én ez alatt pihenek,
gondolkozom, jókat eszem és iszom. Ezt azért már mégse tessék állítani. Még hogy jókat eszik és iszik, mikor és hogyan szabad kérdeznem? Állandóan, minden nap ötször. Igen? És például ma mi volt az ebéd? Hideg gyümölcsleves, rántott csirke uborka salátával, csokoládétorta, kávé és tokaj. Ne tessék tréfálni! Berci, ne nevess! Sirius bácsi igazad beszél, nem tréfál. Szagolj! Mit tegyek? Mondom, szagolj! Hát mit érzel? Na, szagoljatok! Én is érzem. A fiastyúk fiaira rántott csirke szag. Én is! Uborka szagot érzek. Igaz. Valóban igaz. A tokai bor is, meg a kávé is igaz. De hát ha érezzük a szagokat, akkor az ételeknek is itt kell lenniük valahol a közelben. Elfogytak talán, és csak az illatuk lenged ez a helységben. Vagy mégis van itt valaki, aki kiszolgálja a két kapitányt, vagy... Ne a... törd a fejed, Berci! Az ételek valóban itt vannak körülöttünk mindenütt. A levegőben. Nézd csak föl! Mindkét boldogság ágya fölött látsz egy lefelé nyíló tölcsért. Azon átnyomják be naponta ötször az ételeket tartalmazó levegőt. Mi beszívjuk, és jól lakunk. A levegőtől? Nem érted? Nem. Ezek a valakik, akik Sirius bácsit itt fogva tartják, az ételeket és italokat mikroredukció útján lekincsinyítik. Egy csirkecor mondjuk egy mikron nagyságúvá zsugorodik, vagyis a milliméter ezred részévé. De a kalória értéke megmarad. Beszívod a láthatatlan porszemecskét, és jól laksz tőle. Ja. Ha repetálni akarsz, szívsz még egyet. Nagyszerű. És az italok? Hát, gondolom, halmaz állapotukat megtartva, molekuláikra bomlanak. Egészen ügyesen okoskodsz, Pierre fiam. Lehetséges, hogy így van, ahogy mondod, de nem biztos. Én magamba szívom a tápláló levegőt, és nem töröm a fejem olyasmin, ami meghaladja az értelmemet. De vajon ki találta fel ezt a mikroétkezést? Minden bizonnyal ő, aki itt fekszik mellettem. Hajdani bajtársam, Jannis Kitírosz, a derék űrhajós kapitány. Elhangzott Sirius kapitány veszélyben. Fantasztikus ifjúsági hangjáték sorozat. Harmadik rész, két mozdulatlan férfi test. Ismertetjük a szereposztást. Viktor Sirius, Csákányi László, Pierre, Harkányi Endre, Rita, Örkényi Éva, Berci, Petrik József, Pinton, László Marci, Csibész, Dóka Emánuel, Perez Castuero, Horesnyi László, Jannis Kitírosz, Gellei Kornél, egy nő, Hajnóci Lívia. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc, a rendező munkatársa Lendvai Istvánné, szerkesztő Bújtás Amália, írta és rendezte László Endre. Sirius kapitány veszélyben. Fantasztikus ifjúsági hangjáték sorozat. Írta László Endre. Negyedik rész. 60 nap határidő. Amikor végre tisztázódott Sirius kapitányék mikroredukciós táplálkozási módjának minden részlete, Sirius bácsi csibész hangszóróján keresztül azt mondta. Most rajtatok a mesélés sora. Hogy kerültetek ide? Beszámoltunk a történtekről. Szóval így. Igen, összeáll a kép. Egyeznek az adatok. Kezdem érteni a dolgot. 20 évvel ezelőtt az Antares találkozhatott az idegen lények űrhajójával. Azt kell mondanom, hogy űrhajó, de egyáltalában nem a miénkhez hasonló járműre gondolok. Ezeket a lényeket a ki tudja hány fényévnyi iszonyú messzeségből valamilyen általunk nem ismert gigantikus energia hozta az Antares közelébe, és azt tudatosan, vagy akaratlanul
Egy pillanat alatt elpusztították, elégették. Kitírosz megmenekült, mert egy gyors kompban éppen házon kívül volt. Az idegenek később minden valószínűség szerint őt is megtalálták és fogságba ejtették. Ezután velük élt 15 évig. Gondolom alaposan átformálták, átnevelték. Ha ez történt, akkor ennek a görögnek már egyetlen molekulája sem emberi. Akkor tehát nem is felelős azért, amit cselekszik. Mint aki nem ételméjű. Így is mondhatjuk. Kitíroszt az urai, nevezzük őket így, valamilyen megbízatással szállíthatták vissza a földre. Ennek most éppen 5 éve. De vajon miért? Hogy információt gyűjtsön nekik. Ez a tökmag mindig ráhibáz az igazságra. Folytasd! Mert az idegen bácsik biztosan nem tudnak a földön gyűjtögetni. Lehetséges. Helyesen okoskodsz, fiam. Na, mondd csak tovább. Kitírosz urai vajon miért nem tudnak a földön gyűjtögetni? Ó, ennek sok oka lehet. Például, mert akkorák, mint egy gyűszű. Vagy mint egy emeletes ház. Lehet, hogy a bolygójukon a gravitáció csak egy tizede a földinek. Ezért ők itt szörnyű súlyosak, és mozdulni sem bírnak. Lehet, hogy nem is oxigént lélegeznek. Elég, elég, fékezd a fantáziádat. Nagyszerű a fiat, Pérez. Bizony mindez lehetséges. De ne keressük a miért okát, úgysem találjuk meg. A lényeg, hogy kitírosznak valamilyen feladatot, el kell végeznie a földön. És a holdon? A földi munkájával végzett 5 év alatt, a holdra maradt 2 hónap. Azaz 60 napja. 60 nap határidő. És ez 18 nap múlva lejár. Most okosan beszéltek, gyerekek. Ez a lényeg, más semmi. Jannis tevékenységét a földön senki sem zavarta. A holdon azonban feltűnést keltett volna. Ezért vette kölcsön a külsőmet, mint Sirius kapitány biztonságosan ügyködhetett. Ki tudja mit? Talán azzal a különös géppel, amelyet a Galilei kráterben állított fel, üzenetet küldött megbízóinak. Lehetséges, hogy az üzenetben ez állt. Ekkor és ekkor jöhettek értem. Munkámat befejeztem. Üdv Jannis. Lehetséges az üdv Jannis nélkül. És ez az ekkor és ekkor az emlegetett 60 nap utolsó napja. Vagyis a mától számított 18. nap. Tehát 18 napotok van arra, hogy leleplezzétek és ártalmatlanná tegyétek másolat Sirius-t. Értitek? Pupákok. Értjük, és vele együtt megsemmisítjük Jannis Kitírosz én tudatát. Ne olyan hevesen, Berci fiam. Semmi bizonyítékunk nincs arra, hogy Kitírosz és urai rosszat akarnak az emberiségnek. Csak azt sejtjük, hogy akarnak valamit. Különben is jó és rossz relatív értékű fogalmak. Az bizonyos, hogy a görög bár lépre csalt a Sirius kapitányt, az életére, az egészségére messze menően vigyázott. Vigyázott vagy nem vigyázott, teljesen mindegy. A végcél csak valami gonosz merénylet lehet az egész emberiség ellen. Nem szabad megbízni ebben a hazug várúrban. Sirius bácsit, meg ezt a másikat is azonnal magunkkal kell vinni. Ó, állj meg, Berci! Na, Sirius kapitány életére törsz? Mármint, hogy én az életemet adnám érte. Akkor áruld el, hogyan fogod táplálni? Hogyan kelted életre az izomzatát mozgató idegpályákat? Hogyan választod el a laboratórium gépeitől, hogy ne essék károsodás a testében? Ugye? Bizony úgy van, ahogy Pierre mondja. Nekem is ennek a Jannis Kitírosznak az egész világon ez az egyetlen hely, ahol életben maradhatunk. Tehát, hagyjatok minket itt. Siessetek haza. Keressétek meg másolatomat. Próbáljátok kiszedni belőle, mi a megbizatása. Vegyétek rá furfanggal vagy erővel, hogy beszéljen. Nem kell tőle tartanatok. Másolat Sirius csak ebben a laboratóriumban félelmetes. A holdon gyámoltalan és veszélytelen. Ne felejtsétek, 18 nap van csak hátra. Nos, kedves Leonida, elmondtunk mindent,
szépítés, takargatás nélkül. Szent Leonida, hogy micsoda bajba keveredett megint ez az ember. Jaj, hogy nem tud nyugodni vénségére sem. Mi lesz vele? Mi lesz vele? Ne lamentáljon, Leonida, azon nem megyünk semmire. Már csak 16 napunk van hátra. Figyeljen rám. A gyerekek jelentették, hogy másolat a lunamobillal kikocsizott a hold felszínére. Mostanában állandóan oda jár. Meddig szokott elmaradni? Azt mondta, amikor elment, hogy ne nyugtalankodjam. Ma éjjel nem alszik itthon. Leonida néni, egyáltalában alszik ez a gép? Nem tudom, kedveském. Az biztos, hogy fekszik és csendben van. Bevallom, eleinte néhány éjszakán füleltem. Meg sem mozdult. Castuero bácsi, mit tetszik gondolni, honnan kapja az energiát ez a másolat? Mert ugye nem valószínű, hogy 60 napi üzemanyaggal látták volna el. Valóban nem valószínű. Sirius kapitánynak az a véleménye, hogy Kitirosz urai valami elképzelhetetlen erejű, előttünk ismeretlen anyag birtokában száguldoznak a világegyetem útjain. Ezt a nagyon is földi formájú robotot azonban aligha üzemeltetik azzal. Nem is. Közönséges egyenáram táplálja. Honnan tudod, tökmag? Megmondom, ha nem szólít, az többé tökmagnak. De öntudatos lett Pinton Castuero úr. Így már más. Ennél maradunk. Nos, tudom, hogy másolat egyenárammal táplálkozik, mert látom, a Sirius bácsi ágya mellé szerelt új akutöltőállomást. Látod? Hol látod? Nincs ott semmi. Én se látom. Káprázik a szemed, Pintonkám. Nem káprázik. Annyi az egész, hogy kisebb vagyok nálatok. Ezért én látom a kapcsolótáblát a kis asztalka lapja alatt. Ha ti is látni akarjátok, hajoljatok le. Néha azért, hogy lássunk, le kell hajolni. Na, ki hitte volna? És igazat mond a tökmag. Pardon, Pinton Castuero úr. Éjjel, hurrá! Hurrá! Köszönöm. Most az egyszer nem én hurrázom. Na, fiam, lefőztél minket. Ezután én is komolyan veszlek. Leonida, kérem, nem emlékszik, mikor készült ez a vezeték? Hát, csak annyit tudok, hogy amikor Victor Sirius Párizsba utazott, még nem volt ott. Rendbe tettem a szobáját, amíg oda volt. Elhúztam minden bútort. Ez a kapcsolótábla azóta készült. Tehát bizonyítottnak tekinthetjük, hogy ez a másolat, ha megvonjuk tőle az áramot, tehetetlenné válik. Nem tudja alkotójával közölni az összegyűjtött információt. És nem tudja 16 nap múlva életre kelteni Sirius kapitányt és Jannis Kitirosz. Ez bizony igaz. Az ő életbe maradásuk ettől a rusnya robottól függ. Üzemképtelenné tennie, kivállal ekkora felelősséget. Mit tegyünk? Roppant egyszerű a megoldás, és nem először javaslom. Hívjuk segítségül édesapámat. Helga asszony, azért kértük, hogy itt magánál találkozhassunk kocsis miniszter úrral. De csak nem miniszter úr az engem, jó Pérez fiam? Tavaly még János bátyád voltam, nem? Igenis, János bátyám. Tehát azért kértük, hogy itt találkozhassunk és beszélgethessünk János bátyámmal, mert így kevésbé feltűnő. Másolat Siriust Kitirosz én tudata irányítja. Ha nálam vagy bárhol máshol összegyülekeznénk, a görög gyanút fogna. Ne mentegesse magát, Castuero. Örülök, hogy itt vannak. Úgyis csak nagy ritkán találkozunk. Sokszor még a saját férjemet és fiamat sem látom napokig. Helyezzék magukat kényelembe. Köszönjük. Mit kínálhatok? Ritukám, te ismered házunk szokásait. Légy ma a kislányom, törődj a vendégekkel. Igenis, Helga néni. Azt gondolom, ne lopjuk most az időt evéssel, ivással. Helga asszony videfon hívása azt a benyomást keltette, hogy fontos és sürgős az ügy. Kegyetlenül sürgős. Már csak 14 napon múlik Sirius kapitány élete. Ez komolyan hangzik. Ki mondja el röviden és értelmesen az előzményeket? Annyit már sejtek, hogy Jannis Kitiroszról lesz szó, akit személyesen ismerek. No, Lituka, kisháziasszony, igen? Aperitív helyett egy okos összefoglalót kérek. Igenis. Ez a Victor Sirius itt a Holdon egy másolatrobot. Az igazi Sirius kapitány a Duna deltájában, a Szurinai árban... Már mindent tetszik tudni, János bácsi. Köszönöm, kislányom. Megértettem. Első teendőm az lesz,
hogy alaposan megnézem ezt a másolat Siriust. Valahol találkoznom kell vele. Elvégre ifjúkori jó barátok vagyunk. Ó, majd én rendezek egy fogadást a tetőteraszon Kocsis miniszter tiszteletére, és természetesen meghívom Sirius kapitányt is. Nem utasíthatja vissza, gyanút keltene. Ó, anyám, már csak 12 napunk van, és ez az ocsmány robot még mindig nincs itt. Ne türelmetlen kegyfiam, még jöhet. Nyilván nem szívesen tölt hosszú időt régi ismerősei körében, mert zavarba hozhatják. Nincs eléggé felkészülve Sirius kapitányból, de el kell jönnie. Igazad volt. Most lépett ki a liftből. Egyenesen felénk közelít. Ó, Sirius kapitány, végre! Már azt hittem, megfeledkezett rólunk. Hogy képzeli, Helga asszony, megfeledkezni magáról? Ó, ne udvaroljon! Tudja, hogy itt van Kocsis miniszter is? Tulajdonképpen az ő kedvéért szaladtunk össze. Szeret találkozni a régi barátaival. Maguk nagyon szoros kapcsolatban vannak, ugye? Igen. Még a múlt évszázadban, 2395-ben találkoztunk először. Kocsis János fiatal tanár volt, és egy Plutó utazáson vett részt. Az űrhajónak én voltam a parancsnoka. Veszélyes út volt. Nehezen vergődtünk át a kisbolygó kövezetén. Kocsis János példamutatóan bátor és nyugodt viselkedést tanúsított. Oh, úgy fújja, mint a könyvből olvasná. Ó, milyen remekül emlékszik ős régi dolgokra. De már itt is van. János kedves, nézze csak, megjött a kapitány. Viktor, öreg cimborám, csak hogy újra látlak. Hadd öleljelek meg, utasd magad, remek színben vagy. Mintha megfiatalodtál volna. Te is, János barátom. Jó öreg Viktor, mind dolgozol? Én semmin. Tengek-lengek, mint a féle öreg nyugdíjas. Édesapám! Na! Ja, csak hogy látom. Ó, bocsánat, Sirius bácsi. Na, nem tudsz vigyázni? Még egyszer bocsánatot kérek, Sirius bácsi. Majdnem fellőttem. Ha édesapám el nem kapja... Persze. Ha... Most ismerem meg. Az ön, illetve a te fiad János. Berci, hogy feledkezhettél meg ennyire magadról? Úgy viselkedtél, mint egy vadcsikó. Takarodj a szemem elől! Nagyon szégyellem magam, Sirius bácsi. Ne tessék haragudni. Már nem haragszom, Berci. Egy csöppet sem. Már nem haragszom, Berci. Egy cseppet sem. Remekül csináltad, fiam. Azt a szerencsétlen másolatot a karjaimba lökted. És édesapám alaposan végig tapogathatta. Mi a véleménye róla? Egy gyönyörű munka. Ilyen tökéletes ember másolatot még nem láttam. A karján pontosan úgy rugóznak az izmok, mint egy élő emberén. A megfelelő helyen érezte a mellkas bordázatát, a lapockákat, a csípőcsontot. Igazán remek. És a szeme a legszebb. Pislog minden irányba, követi a mozdulatokat, könnyezik, élethű, nagyszerű. Nem tetszik érte egy kicsit túlzottan lelkesedni? Más a mű és más a cél, amire felhasználják. A célt igyekszünk leleplezni és az elérését megakadályozni. De egy ilyen majdnem tökéletes robot... Majdnem tökéletes? Szóval mégsem egészen tökéletes? Jegyezd meg, fiam, hogy tökéletes robot nem létezik. Másolat Sirius sem hibátlan. Egyetlen apró hiányossága elárulja a robot voltát. Mi az? Nem tud nyelni. A szájába töltött folyadék, bizonyára valamilyen kis csövön keresztül, teljesen simán egy tankba ömlik. Másolat Siriusnak sűrűn el kellett tűnnie, hogy elpárologtassa a tartály tartalmát. Ezt honnan tetszik tudni? Egyszer utána mentem a tálalóba, nem vett észre. Kis gőzfelhő leggett a feje körül, és erős alkoholszagot éreztem. 100 grammnál több folyadék nem nagyon férhet el a tartályába. Édesapámnak sikerült megmérni az őt üzemben tartó elektromos áram feszültség? Könnyűszerrel. Kis zsebtávmérőm már 2 méterről jelezte a 220 voltot. 220 volt? Ki hitte volna?
Fél ezer éve ezt használják mindenütt világításra. Olyan feszültséget kellett választaniok, amihez könnyen hozzáférhetnek a Holdon is. Igen, természetesen. És megtetszett mérni a teljesítményét is? Igen, egy alkalommal, amikor néhányan lementünk a földszinti könyvtárba megcsodálni Ádám régiség gyűjteményét, ő is velünk tartott. Majd visszafelé nem fért be a liftbe. Semmi baj, udvariaskodott, és nekiindult a lépcsőknek gyalog. A tetőterrasz 20 méter magasan van. Ez kereken 100 lépcsőfok. Minket a vákumlift 3 másodperc alatt röpített fel. Amikor kiszálltunk, ő már ott volt. A teljesítménymérőm 5 ampert mutatott. Hoppá! Ez legalább 10 ember teljesítményének felel meg. Inkább 14-nek. De ez ne aggasszon, mert egy működő robotnak bármekkora is a teljesítménye, a kikapcsolt roboté mindig nulla. Szól a videfon, felveszem. Itt Galaktika szálló, 101-es szoba. Te vagy az, Berci? Ott vagy édesapádnál? Micsoda fölösleges kérdés, kapcsolj képre! Láthatod, én vagyok. Látom valamennyi szeplődet. Érdemes barátom, ezért hívtál fel, Pierre. Fontos mondani valóm van. Honnan beszél? Hazurról. Ne félj, senki sem hallgathatja le. Kormányzói külön vonalat használok. Édesapád is ott van. Itt vagyok, Pierre fiam. Hallok mindent. Beszélj. Akkor jelentek. Utasítás szerint felkerestem az illető hölgyet. Megállapodtunk, hogy ma éjjel pontosan Nox 112-kor vár minket a ház hátulsó kiskapujánál. Az a kérése, hogy zajtalan, puha talpú cipőt viseljetek. Berci tücsök ciripelés utánozzon. Miért? Élnek a Holdon tücskök? Ezt kérdeztem én is. A válasz nem élnek. De 72 évvel ezelőtt, amikor a hölgy még csak 22 éves volt, tűzoltó szerelme éjszakánként ugyanígy jelentkezett. Szeret rá visszaemlékezni. Rendben van, ciripelek neki. Itt vagyunk. Maradj csendben, ciripelj. Senki. Válaszolt, de a hátunk mögül. Akkor ez Pierre lesz. Ő is ciripel. Te vagy az, Pierre? Én vagyok. Ti vagytok? Beszélhetnek nyugodtan, hangosan. Másolat nem hall semmit. Ki van kapcsolva? Akkor minek volt ez a ciripelési komédia? Ja, persze, a tűzoltó, bocsánat. Ugyan, professzor úr, csak nem hitte el azt a csacsi mesét. Amíg maguk ciripeltek, én figyeltem, hogy nincsen neki valamilyen ultrahangra érzékeny mikrofonja bekapcsolva. De nincsen. Mozdulatlanul fekszik, mint egy fadarab. Leonida, maga ehhez is ért. Sok mindent megtanultam Viktor Sirius mellett. Amikor másolat bevonult a hálószobájába, vártam egy-két percet, majd lesni kezdtem. Figyeltem, hogy mit csinál. Először bekötötte magát a töltőállomásba, azután lefeküdt, majd, akár hiszik, akár nem, teljes 360 fokot csavart a bal keze kisujján. Jól jegyezzék meg, 360 fokot csavart a bal keze kisujján. Abban a pillanatban az egész teste valósággal összelottyadt. Kikapcsolta magát. A kisujja a kapcsolója. Ez óriási, mint a mesében. De édesapám, mit tetszik gondolni? Kikapcsolja őt be reggel, amikor felébred? Leonida néni biztosan nem. Hát, valószínűleg egy automata. Amikor feltöltődik árammal a ki tudja milyen akkumulátor féléje, indítja az üzemelést. Értem. Ha feltöltődik árammal, akkor indít. Ha nem töltődik fel, akkor nem indít. Hát ma éjjel nem töltődik fel. Mert mi most szépen bevonulunk a házba, kihúzzuk a töltőállomás vezetékének a dugaszolóját, és birtokba vesszük az üzemen kívül helyezett másolat Siriust. Ó,
Szent Leonida, segíts meg! Már csak 7 napunk van hátra. Mi lesz, ha a professzor nem fejti meg ennek a gonosz masinának a titkát? Ne aggódjék, Leonida néni. Kocsis professzor a világ legkitűnőbb robot szakértője. De ezt a robotot nem e világon készítették. Egy másik világban. A professzor úr már 3 napot és 3 éjszakát bent töltött nála. Vizsgálta, kutatta, tanulmányozta. És semmire nem jutott vele. Igaza van, Leonida. Kérem, csinálja nekem egy nagyon erős kávét. Olyan fáradt vagyok, álmos vagyok, majd leragad a szemem. Aludjon egyet, lelkem. Így nem tud tovább dolgozni. Mit tetszett eddig találni, János bácsi? Semmit, kislányom. Iszonyú óvatosan kell dolgoznom. Milliméterről milliméterre haladhatok csak, mert ha véletlenül tudatlanságokban megsérteném ezt az átkozott gépet, Sirius kapitán soha többé fel nem éled. A puha zárólapokat megtaláltam, a takarásokat eltávolítottam, az üzemelő kamrákat felnyitottam, de semmit sem értek benne. Megtaláltam a beprogramozott központi agyat is, de itt értelmetlen színek és fények villannak. Ezek konokul ismétlődnek. És a végén egy ismerősnek tetsző hang monoton imaszerűen darál egy matematikai tételt. T14,5 plusz L49 plusz S51,2 T14,5 plusz 49 plusz S51,2 folyton ugyanezt. Ez minden. János bácsi, ne szaladjak haza, csibészész! Mit mondasz, csibész? Minek? Csibész? Csibész! Ugye? De azonnal hozd ide csibészt! Zseniális ötlet! Csibész! Csibészkém, segíts! Természetesen segítek! Mondd meg, mit segítsek! Figyelj! T14,5 plusz L49 plusz S51,2. Mondd meg, mi ez? Roppant egyszerű! TLS egyenlő Terra, Luna, Sol, azaz Föld, Hold és Nap. A matematikai tétel ezeknek bizonyos együttállását fejezi ki. Igazad beszélsz? Ó, hiszen tudom, hogy igazad beszélsz, hiszen én csináltalak. Csibész, mikor lesz ez az együttállás? 5 nap múlva, augusztus 7-én, kelet-európai idő szerint 13 óra 5 perc és 27 másodperckor. 5 nap. Ez a határidő utolsó napja. A 60. nap! Talán ezen a napon érkeznek ők, az információkért és Janis Kitíroszért, és akkor kellene másolatnak ébresztenie. Mit akarsz, csibész? Beszélni! Hát ki akadályoz meg benne, beszélj! Kössétek áramkörömet össze, másolat agyával! Kössétek össze! Talán tudsz valamit, csibész? Hallasz talán valamit? Kössétek össze! Jó, hát nem bánom, ha akarod. Majd én, kislányom. Jó. Előbb azt a fehér kábelt kérem, tessék. Így aztán 2 csipeszt, igen, egyiket. A másikat is. Igen, tessék. Így. Rendben vagyunk. Elkészült, csibész, bekötöttelek. Mély a sötét, csuda mély. Vaka lét, ide semmi se fényel. Ez Janis Kitirosz hangja, hogy kerül ide? Jaj, erről megfeledkeztem az összefoglaláskor. Ez Janis Kitirosz én tudata. Áttelepítette magát másolat központi agyába. Úgy látszik, él és gondolkozik. Ér. Rossz valamit most gondolok is. Megdobtam örökre. Jönnek a fájó, rettenet éjek, hajnali órák. Gyűl a szívemben, félelem érzett, kongat a végzet. Én mindent megtettem a téves csúf igazáért. Nem felelős, aki nem felelős, aki nem felelős, jaj. Fájni fog ismét. A galaktikára, ez a szerencsétlen ember, vagy mit is mondok, ez a testét vesztett én tudat hexameterben beszél. A test pillanatok alatt megsemmisül, a gondolat átleng 5000 éveken. Kocsis professzor úr, mit mond ez a kislány?
Mi az, hogy hexaméter? Hexaméter, ógörög versforma. És ezt honnan tudja ez a gyerek? Tanulta az anyukájától, aki főkönyvtáros és irodalomtörténész. Psst, figyeljünk csak! Megpróbálnám még kicserélni a bús belehullást, szállani fel csupa fénybe magasba, kitárni a létet. Ám de sötét, tehetetlen a testem, nincs akarat már, nincs akarat már, nincs akarat már. Látom a véget, jönnek a fények. Ó, milyen szomorú, ahogy mondja. Nincs akarat már, jönnek a fények, látom a véget. Vajon ők a fények? Rajta kívül már senki se tudja. A nagy medve bocsaira, már én is hexaméterben beszélek. Csett! Valamit még mond. Jönnek a fények. T14,5 plusz L49 plusz S51,2 T14,5 plusz L49 plusz S51,2. Bentő bizonyíték! Csibész helyesen ismerte fel. Ezek a számok és betűk a határidőt jelentik. És akkor most mit tehetünk, János bácsi? Hívd ide Castuérót és a fiúkat, kislányom, de eszevesz egy gyorsan! Nem, Leonida néni nem jöhet velünk, sem maga, sem a gyerekek. Szörnyű, ismeretlen veszéllyel kell majd szembenéznünk. Nem tudhatjuk előre, mi történik, amikor Kitirosz és Sirius kapitány magához tér. És Kitirosz megtudja, hogy másolat központi agya üres. Üres? Miért? Mert kiemeltem belőle mindent. Csak a felébresztési parancsot hagytam a helyén. Hát mégis megtetszett fejteni másolat Sirius titkát. Nem egyedül. Csibész segített. Akkor hát nincs semmi probléma, minden rendben. Egy robot beprogramozott utasítás nélkül semmit nem tehet. Bizony, magukkal megyek. Ott akarok lenni, amikor szegény Viktor Sirius magához tér, és azonnal főzök neki egy erőt adó szójanka leves. Én pedig a nyomozó ifjúság nevében tisztelettel bejelentem, hogy jogot formálunk a további együttműködésre. Minket nem lehet félreállítani, minket nem lehet itthon hagyni. Úgy van, minket nem lehet itthon hagyni. Leonida, de főleg Pinton érvei meggyőztek. Mi vagyunk fölényben, mi diktáljuk a béke feltételeket. Ha Castuero beleegyezik, tőlem jöhet mindenki. Rendben van, jöjjenek, de a parancsaimnak mindenki fegyelmezetten engedelmeskedik. Megfogadjátok? Igen, megfogadjuk. Hurrá! Halljátok át első parancsomat. Alakuljatok át kiszerelő brigáddá. Készítsetek egy jó, erős, hosszú ládát, amelybe másolat Sirius belefér. Bélejétek ki jó puhára. Ezt a szerencsétlen másolatot pedig takargassátok paplanokba. Vigyázzatok, egy karcolás essék rajta. Ő a mi legféltettebb kincsünk. Holnap hajnalba pedig indulás! Elhangzott Sirius kapitány veszélyben. Fantasztikus ifjúsági hangjáték sorozat. Negyedik rész, 60 nap határidő. Ismertetjük a szereposztást. Viktor Sirius és másolat Sirius, Csákányi László, Leonida néni, Nárai Teri, Pierre, Harkányi Endre, Rita, Örkényi Éva, Berci, Petrik József, Pinton, László Marci, Csibész, Dóka Emánuel, Kocsis, Miniszter, Rutkai Otto, Perez Castuero, Horesnyi László, Elga Rönár, Loránt Hanna, Janis Kitirosz, Gellei Kornél. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc, a rendező munkatársa Lendvai Istvánné, szerkesztő Bújtás Amália. Írta és rendezte László Endre. Sirius kapitány veszélyben. Fantasztikus ifjúsági hangjáték sorozat. Írta László Endre. Ötödik rész. Valami nincs rendben. Másolat Sirius becsomagolása remekül sikerült. Leonida néni
puha takarókkal bérelte ki a ládát, és mielőtt rázártuk volna a fedelet, még vatát is gyömöszölt másolat feje köré. Úgy tetszik vele törődni, mint a maga Sirius bácsi lenne. Hát, tudom én, kislányom, hogy csak egy lelketlen gép. Mégis Viktor Sirius ábrázolja. Vajon hol van most szegény, és mit csinál? Mondtuk már drága Leonida néni, hogy Sirius bácsi él, egészséges, a Duna deltájánál egy héttornyú kastélyban. Hát két nap múlva akár beszélhet is vele. Igazad van, Csibész, csak a te közvetítéseddel. Két nap múlva már csak 3 napunk lesz hátra. Hallgass, Kuvik! Miért mondod nekem, hogy Kuvik? Hát ez egy olyan szólásmondás. Sok száz évvel ezelőtt a földön élő babonás emberek azt a szemét nevezték Kuviknak, aki a rossz hírt hozta. A Kuvik különben a bagolyalkatúak rendjébe tartozó madár, a földön még ma is gyakori. Elég volt a Kuvikból. Most inkább azon törjük a fejünket, hogyan cipeljük el ezt a nehéz ládát a minifurgonállomásra. Ha itt lenne édesapám vagy Castuero bácsi, biztosan segítenének. Ti kiszoktatok engem nevetni, mert a kiskertemben tököt, dinnyét, krumplit termesztek. Leonida néni, kérem, hát hogy jön ide a tök meg a dinnye? Helyesen mondott, fiam, hogy jön ide? Bizony, az magától nem jön, azt hozni kell. Hozni kell targoncával. Targonca? Ilyen! Ilyen, Leonida néni, a holdon lévő egyetlen targonca tulajdonosa. Szóval így megoldódott másolat Sirius szállítása. Targoncára tettük, úgy húztuk az állomásra. Másnap hajnalban Castuero bácsi gravitlányán útra keltünk a föld, pontosabban a Duna deltája felé. Kuvik madár kötelességem jelenteni, akkor már csak 4 napunk volt, hogy megmentjük Sirius kapitány életét. Itt állunk a szulinai kikötőben, és mozdulni sem tudunk, mert mindent elborít ez az átkozott göd. Az orrunkat se látjuk. És már csak 2 napunk van. Mondhatnám úgy is, 48 órán. Mindenki tudja, te. Tudom, Kuvik vagyok, de a ködöt nem én csináltam. Na jó, van, ne veszekedjetek, ez nem old meg semmi. Ahó, Pierre, Berci! Merre vagytok? Ez Castuero bácsi! Ha-ha! Erre itt vagyunk! Mintha tejfölbe járna az ember. Jó holdat, gyerekek! Jó holdat. Csak hogy megvagytok! Mi újság, Castuero bácsi? Popescu szerint holnap hajnalra tiszta idő lesz. El tudunk indulni. Holnap? Holnap hajnalra? De hiszen holnap van az utolsó nap. Holnap augusztus 7-én 13:05 és 27 másodperckor jönnek ők. És akkor vége mindennek. Emlékezzetek vissza, amikor először jártunk itt, ez az út mindössze 3 óráig tartott. Holnap, ha reggel 7-kor indulunk, 10-re már odaérhetünk. Ha felszáll a köd. De nem szállt fel. Most mi lesz, János bácsi? Most elindulunk. Nem elindulunk, miniszter úr, mert 5 perc alatt futunk zátonyra. Beleveszünk vízbe. Elindulunk, Popescu. Castuero átveszi a hajó irányítását. Meglátja, minden rendben lesz. Van mélységmérő radarunk, mely 500 méterre előttünk még egy kavicsot is kitapogat. Van infravörös kameránk, mely ugyancsak 500 méterre előttünk mindent meglát, és tökéletesen tiszta képet varázsol az ernyőre. Enyém kicsi hajó, nincs mélységmérő radar, és nincs infravörös kamera. Magának nincs, de nekünk van. János bácsi, honnan van? Párizsból. Édesapám tudta előre, hogy szükségünk lehet rájuk. Cipelte magával egész úton. Nem. Az úgy volt, hogy ennek a kislánynak egyetlen mondata kétséget ültetett Pérez Castuero szívébe. Rita tegnap este azt mondta, ha felszáll a köd. Castuero tovább gondolta, és ha nem száll fel, akkor mi lesz? Hagyjuk Viktor Sirius nyomorultul elpusztulni? Megkeresett engem. És mi úgy döntöttünk, hogy nem hagyjuk. Inkább lemondunk az éjszakai alvásra. Tudok már mindent! Éjjel Párizsba repültek,
és édesapám intézetéből elhozták a szükséges irányító műszereket. Hurrá! Hurrá! Én is mondok tisztelettel hurrá, és mondok, akkor elindulunk, de csak nagyon lassan, óvatosan. Mert igaz ugyan, hogy Viktor Sirius élete van veszélyben, és ez az élet rendkívül értékes emberiségnek. De kicsi hajómon van 7 élet veszélyben, és az is nagyon értékes van emberiségnek, meg nekem. Rendben van, Popescu. Lassan, óvatosan hajózzunk, de odaérjük idejében. Ez esetben megkapja ajándékba a radart és az infravörös kamerát. Hálás köszönet! Tessék rám bízni, gondom lesz rá! Fogunk kérni idejében, miniszter úr! Tisztelt utasok! Van 12 óra 28 perc! Értünk ide idejében! Castuero maga a parancsnok. Mi engedelmeskedünk. Igen, engedelmeskedünk. Én is engedelmeskednék, főmérnök úr, de előbb segítsen le ezen a lépcsőn. Jöjjön, Leonida néni, fogja meg a kezemet. Köszönöm. Négyen megemeljük a ládát. Segítség csinálok én is. Nagyszerű, így igazán nem lesz nehéz. Pierre, te ismered jól itt a járás. Igen. Indulj előttünk, fel a toronyszobába. Tegyük le óvatosan. Szent Leonida, itt fekszik, Viktor Sirius itt fekszik. És halott, letakarva a lepedő. Nem halott, csak mozgásképtelen. Megbénították a mozgató idegpályákat. Leonida, ne érjen hozzá. Csak megsimogatnám a homlokát. Egy ujjal sem szabad érintenie. Ez parancs. Igenis. Segítsetek. Emeljük ki másolatot a ládából, úgy, szép lassan fektessük erre a harmadik asztalra. Köszönöm. Most valamennyien húzódjatok az ajtó közelébe. Ha szükséges, menekülni tudjatok. János bátyám, tessék körülnézni, van itt valahol 220 volt? Itt a kapcsolótáblán. És kábel is. Pinton, mennyi az idő? Még 14 perc. Tegnap megetettem másolatot egy kis egyenárammal. Ha most kap még egy keveset, 2-3 perc alatt teljesen feltöltődik, és automatikusan bekapcsolja magát. Figyelem, bekötöttem az áramkörbe. Most mi lesz? Szent Leonida, segíts meg! 12 perc. Berci, nézd! Mintha megmozdulna. A kis ujját figyeld! 360 fokban körbe forgatja. Hű, micsoda remek macsina ez. Mi az, Bercikém, te is bele szerettél, mint János bácsi? Belül? Leszáll az asztalról. Jaj, ez a beste másolat már megint él. Még nekünk jön. Jaj, gyere ide, kislányom, te is, Pinton. 10 perc. Álljatok mögém. Én nem félek. 9 perc. Tessék nézni, felemeli a kezét. Talán beszélni fog. Figyelem. Mindenki hagyja el a laboratóriumot! Életveszélyben forognak! Megismétlem! Mindenki hagyja el a laboratóriumot! Életveszélyben forognak! Fogadjunk szót neki! Hagyjuk el a helyiséget, az ajtót csukjuk be! Én benn maradok, ezt látnom kell! Ne tegye, János bátyám! Az életét kockáztatja! Akkor is látnom kell! Ez itt egy fémszálas, jól vezető védőöltözék, felveszem, és a háttérbe húzódom. Nálam van a zsebmagnóm, mikrofonban mondom, amit látok, tapasztalok. Ha nem élném túl, legalább tudni fogjátok, mi történt. Azonnal távozzatok. Legyen, ahogy akarja. Ajtót becsukni! Kezdem. 1, 2, 3, 4, 5. Másolat Sirius körülnéz. Biztosan lát engem, de nem érdekli a jelenlétem. A falon hatalmas óra. 13 óra, 5 perc, 10 másodperc. 15. 20. 25. Most 27. Másolat a hatalmas kapcsolótáblához lép, fémkengyeleket illeszt a lábára, kezére, fejére,
fordít egy nagy porcelán kapcsolón. Biztosan lehet hallani zsistergő felvillanó fények, méteres kisülések. Az üvegcsövekben bugyborékoló veres folyadék forni kezd, gőzölög, sipolva eltűnik, mérőműszerek mutatói vattáncot járnak, aztán csökken a zaj, megpihennek a mutatók, és lassan megmozdul Sirius kapitány, és kitíroz Béna teste. Szinte egyszerre ülnek fel. Úgy látom, mezítelenek vagyunk mind a ketten. Nem gondolja, Kitírosz fiam, jó lenne valamilyen ruhába bújni? Ön azonnal felveheti a sajátját, mert másolata rövidesen eltűnik. Valóban, a robotember teste egyre rövidül összemegy, már komikusan lötyög rajta a ruha. Aztán olyan parányi lesz, hogy kiesik az ingből nadrágból. A ruha a földön, a másolat már alig 10 centi, már csak 5, már csak 1, és semmi. Eltűnt. Na, akkor én ezt felveszem. Viktor barátom lassan, komótosan felöltözik. Magának mit hozza, Kitírosz? Nem értem. Azt kérdeztem, hogy milyen ruhát hozzak magának, és hol találom. Köszönöm, kapitány, semmit. Itt kellene lennie egy fehér köntösnek. Nem értem, hogy a robot miért nem készítette ide. Benne volt a parancsban. Én magam programoztam be. Furcsa hiányérzetem van. Valami nincs rendben. Úgy rémlik, azt hiszem, hogy másolat nem teljesítette a megbízatás utolsó fázisait. Pedig azok voltak a legfontosabbak. Azok nélkül értéktelen az egész munkám. Semmit sem ér a begyűjtött információ halmaz. Nyugtalan vagyok. Valaki vagy valami közbelépett. Valami nincs rendben. Mi történhetett? Közbeléptek a barátaim. Hogy mondja, kapitány? A barátai közbeléptek? De hiszen az képtelenség. Ők mindent tökéletesen előkészítettek, megszerveztek, kiszámítottak. Az nem lehetséges, hogy velük, a hatalmasokkal szemben a gyenge ember bármit is tehetett volna. Most hozzájuk lépek. Jó napot, Jannis Kitírosz! Önt ismerem. Kocsis miniszter. Hogy kerül ide? Én vagyok az egyik barát, aki közbelépett. Mert ez történt. A maga urai vagy lényei vagy fényei, nevezze őket akárhogyan, előkészítettek egy tökéletes gépi programot, amely a gépek világában hibátlanul működött volna. Csak hogy nem számoltak az emberi lélek jelenségeivel. Tudja, miért bukott meg a tervük? Megmondom. Mert szeretet van a világon. Sirius kapitány szereti az embereket. Sirius kapitány szeretik az emberek. Másolat Siriusból meg hiányzott a szeretet. Sirius kapitány környezete, az az öregasszony, aki a házát vezeti, fiatal barátai, és mi felnőttek, hamar rájöttünk, hogy másolat nem ember, hanem gép. A többi már könnyen ment. Értem. Na, Leonida néni, meg azok a gyerekek, a vöröshajú Rita, a szokos Pierre, a keménykötésű Berci, és az a csöpp Pinton, ezek éreznek, tudnak valamit, amit az én hatalmas uraim nem tudnak. Ezért erősebbek náluk. Bele kell nyugodnom. De, tudja, szeretném őket még egyszer, egyetlen egyszer látni. És szeretném megkóstolni Leonida néni kakaóját, amit mint másolat sosem ihattam meg. Persze ez már nem lehetséges, hiszen ők messze vannak. Dehogy nem lehetséges. Itt vannak valamennyien. Bejöhettek. Na, jól megvárakoztattak odakint. Már aggódtam. Hey, Szent Leonida! Ez a férfi anyaszüntem mezítelen, nem szégyeli magát, vegyen fel valami köntöst, nem látja, hogy itt nők is vannak. A galaktikára erről alaposan megfeledkeztünk, gyorsan kösse magára ezt a lepedőt. Így,
Most már jöhettek. Sirius bácsi! Csak hogy él! Drága Sirius bácsi! Meg ne folytsatok! Élek, persze, hogy élek! Viktor Sirius, jaj, csak hogy megkerül! Már megint mibe keveredett, hogy nem tud vénségére megnyugodni. Ne szígyjon meg nagyon, kedves Leonida! Jó, jó, hiszen nem szidom, hiszen örülök. Főzök magának otthon olyan szoljanka leves. Egy kis figyelmet kérek, kedves Leonida, kedves gyerekek. Ez a férfi ebben a lepedőben, Jannis Kitirosz úr. Micsoda? Hát ő az ellenség. Az ellenség, akit legyőztek. Sajnálnánk, ha valami kellemetlensége származnék belőle Kitirosz bácsinak. Sajnálnátok? Igenis, sajnálnánk. Hiszen Kitirosz bácsi nem tehet arról, amit tett. Kényszerítették, parancsra cselekedett. De talán helyesebb, ha azt mondom, átnevelték, átformálták. Sirius bácsi szerint Kitirosz bácsinak már egyetlen molekulája sem emberi. Ezt nem én mondtam, hanem Castoiro barátom. 15 év együttlét velük, azt hiszem, jogos volt a feltevésem. Tagadhatatlan. Múltja és cselekedetei azt bizonyítják. És én mégis azt mondom... Tudom, Sirius bácsi azt akarja mondani, hogy Kitirosz bácsi nem vesztette el nemes emberi tulajdonságait. Ennyi, de teli betaláltad. Meg azt is akarja mondani, hogy Kitirosz bácsinak nem kellene visszamennie azokhoz, akik minden pillanatban érte jöhetnek, hogy itt volna a helye a földön, közöttünk. Na, ezt nem találtad el. Ha akarná se tehetni, azok nem engednék. Létezésük titkát meg kell őrizniük. Minden áron. Igaz, Jannis fiam? Azt hiszem igaz. Bár a minden áron kifejezés nem illik rájuk. Nem gonoszak, nem ostobák, nem jók, nem rosszak. Nem emberek. Fizikusok és matematikusok. Tehát lehetségesnek tetszik tartani, hogy esetleg visszaengedik a földre? Talán. Ha képleteiket, egyenleteiket nem zavarja. Nézzétek csak ezt a képernyőt! Fények villannak! Ők jönnek, ugye, Jannis fiam? Igen. Elérkezett az időm. Gyere csak, Berci fiam, beszédem van veled. Igen. Popescu urat is kérem. Igen, parancsoljon. Akkor nekünk most mennünk kell. 30 percük van. Milyen járművel jöttek? Popescu szárnyas hajóján. Nagyszerű. Akkor nem eshetik semmi bántódásuk. Kérem, szálljanak haladéktalanul hajóra. Popescu vigye ki önöket a Szulinai nagyágig, és ott merüljön le a fenékre. Egy órát töltsenek víz alatt, utána teljes biztonsággal oda utazhatnak, ahová akarnak. Vagyis ide is visszatérhetünk? Ide vagy bárhová. Miért leszünk teljes biztonságban a víz alatt? Ezt szabad elmondanom. Uraimnak halálos ellensége a víz. Testük pár másodperc alatt feloldódik benne. De hiszen akkor Kitirosz bácsi is nyugodtan velünk jöhetne. A víz alatt nem találnák meg. Előlük nem lehet elmenekülni. Elbújni. Titeket nem ismernek. Rólatok nem tudnak semmit, tehát nem is keresnek. Engem olyan kapcsolat fűz hozzájuk, hogy bármikor, bárhol megtalálhatnak és megsemmisíthetnek. Pedig szeretnél velünk jönni, ugye, Jannis fiam? Bevallom. Szeretnék. Nincs időnk fölösleges szócséplésre. Induljunk! De siető se mehetnék. Nem látod, hogy Kitirosz bácsival tárgyalunk? Nincs vele semmi tárgyalni való. Velünk nem jöhet. Kénytelenek vagyunk a sorsára. Bár nem tetszenek nekem, Berci, kegyetlen szavai lényegében igaza van. Indulnunk kell. Jó holdat, Sirius kapitány. Ugye, így illik köszönni. Nekünk holdbélieknek igen. Én meg azt mondom, viszont látásra, Jannis fiam. Hát, ha sikerül. Viszontlátás. Viszontlátás. Szívesen látom forró kakaóra és mazsolás kuglófra. Mióta lapulunk a Duna fenekén, Popescu bácsi? Van már jó 40 perc. Kitirosz egy órát javasol. Lehet maradni bátorsággal. Van levegő bőven, van étel is bőven. Nem megéheztek kicsi uzsonára?
Hát én bizony ennék egy falást, gondolom a gyerekek is. Csinálok azonnal és hozok be Kocsis miniszter úrnak, Sirius kapitány úrnak, Castuero vömérnök úrnak is szabad behozok? Hát, ha muszáj, elszoktam az evéstől. Sokkal kellemesebb volt belélegezni azt a rántott csirkét. Mit beszél, Viktor Sirius? Belélegezni? Bizony, úgy táplálkoztunk, kedves Leonida, és nem is rosszul. Lehet, hogy bevezetjük a Holdon. Maga meg a kormányzó barátja képes rá. De akkor édrám többé ne számítson. Én a csőből sem eszem meg az ételt, a levegőből még kevésbé fogom beszippantani. Akkor elválnak az útjaink, Viktor Sirius. Nincs nekem olyan szeretnék. Tudtam, hogy ezt fogja mondani, vén megátalkodott. Jó! Rettenetes! Mi történt, kislány? Sirius bácsi. Csibész. Mi van Csibésszel? Nem látom. Ez az. Én sem látom. Nincs sehol. Ott tényleg ott maradt a kastélyban. A nagy medvére, ott láttam utoljára. Jaj, mi lett szegény? Csak nem eszik meg Kitírosz fenséges urai. Nem hiszem, hogy kutyahússal táplálkoznának. Gonosz vagy, Berci, nem ismerek rád. Mit vétett neked oda kis kutya? Jól van, na nem szóltam egy szót se. Majd megkeressük, ha visszamegyünk. De úgy gondolod, fiam, hogy visszamegyünk? Én úgy gondolom, édesapám. És azt hiszem, édesapám is úgy gondolja. Úgy gondolom? És miért te? Ha? Mert hogy ez a Kitírosz ügy még nincs lezárva. Nézzétek! Nézzétek a kastélyt! Korom fekete, mintha elégett volna. Inkább, mintha egy iszonyatos lángnyelv megpörkölte volna. Nagy elővigyázattal tisík csinálni kiszállás és bemenés, nehogy ráomolja valami. Tessék, szabad a kimenés! Itt bent is minden elégett. Szörnyű pusztulás. Mintha valaki sok ezer fokú félelmetes forrósággal édes sohintott volna. Talán így vált hamuvá annak idején az Antares űrhajó is. Igen, igen. Itt jártak ők, és mindent felégettek. De vajon miért tették Sirius bácsi? Hogy eltüntessék a nyomaikat, azt a csodálatos laboratóriumot. Egy bizonyos. Élet neki nyoma sem maradt. Szegény Kitírosz bácsi. Halljátok! Halljátok, ez Csibész! 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 Csibész, csak hogy itt vagy. Hát élsz, mondd! Ritukám, Csibész nem él, mivel ő gépezett. Csibész működik. Kérlek, vedd az öledbe, próbáld ki. Csavard meg a bal fülét, nyomd meg az orrát. Lehetséges, hogy mondani akar valamit. Ugyan mi mondani valója? Azért csak csavard meg. Nyomd meg. Jó, megnyomhatom, tessék. Te mindig olyan erősen nyomsz. Jelentesz valamit, Csibész? Jelentek. Parancsot teljesítettem. Micsoda parancsot? Micsoda összeesküvéshez? Te, gyanús voltál nekem, Berci, amikor olyan gorombán sietettél, hogy szálljunk hajóra. Vagy be, mit tettél? Nem én. Édesapám volt az értelmi szerző. Én csak végrehajtottam az utasításait. János, milyen meglepetés vár ránk? Kérdezzétek meg Csibészt. Majd ő elmondja. Mondja, Csibész! Beszélj, Csibész! Beszélek! Kaptam parancsot! Adjak át üzenetet Kitírosznak! Őt érte nagy meglepetés, hogy kutya beszél. Mondtam, Kocsis professzor úr üzeni, fogadjon nekem szót. Ígérte, hogy szót fogad. Jöttek ő urai parancsolói, mérgesek voltak. Mondták, meg kell Kitírosznak halni, mert nem teljesítette a küldetést. Én súgtam, kérje, hogy vízben halhasson meg. Parancsolói ennek örültek és megengedték. Kitírosz és én beleugrottunk vízbe, vasrácsos kapunál,
ahol 8 méter mély és víz alatt van barlangocska nyílás, és barlangocskában levegő. János, ezt honnan tudtad? Én mondtam, kérem, Malásson, én tudtam barlang. Ezen a vidéken voltam gyermek, sokszor játszotta ott bujócska, valamikor voltak csempészekkel dugási helye. Mennyi levegő van abban a barlangban? Nem nagyon sok, tisztelettel. Élhet még az a szegény ember? Talán élhet. Talán nem. De tanácsos lenne futni, kimenteni. Futa! Futa! Jó holdat, Viktor Sirius. Jó holdat, Leonida. Itt vannak a gyerekek? Mind a négyen, meg a csibész is. Gyerekek, ide hozzám. Jó holdat, Sirius bácsi. Jó holdat. Örömhírem van számatokra. Ma engedik ki a kórházból Jannis Kitíroszt. Itt uzsanázik nálam. Ez nagyszerű. Figyelmesek, csendesek, udvariasak legyetek. Nagyon súlyos beteg volt. Agyvérzés, agyhártya gyulladás. 20 évre visszamenőleg elvesztette az emlékezetét. Ezt úgy hívják, hogy amnézia. Te ezt honnan tudod, töpörtyű? Egyszer már megígérted, hogy nem nevezel töpörtyűnek. Kérlek, ígérd meg ismét. Kérlek, megígérem, ha megmondod, hogy honnan tudod az amnéziát. Hallottam, amikor apa beszélt videfonon Sirius bácsival. Megállapodtak, hogy amnéziát mondanak. Na, nem állapodtunk meg. Szegény Jannis emlékezetéből valóban kihullott az utolsó 20 év minden eseménye. Akkor tehát minket sem ismer meg? Nem bizony. Se titeket, se Leonidát. Udvariasan mutatkozzatok be neki. Engem persze megismert, mert én réges-régen a parancsnoka voltam. Jaj, ez ő lesz. Megyek ajtót nyitni. Jó holdat kívánok! Jó holdat, Jannis fiam! Gyere! Gyere! Ezek itt az én ifjú barátaim. Mutatkozzatok be szépen Jannis bácsinak. Pierre Renard, Kocsis Berci. Vitas te! Pinton Castuero! Én meg Leonida néni vagyok. Ó, Leonida néni, aki azokat a csodálatos kakaókat főzi. Mindig bosszankodtam, amikor másolatkoromban be kellett öntenem a tartályomba, és aztán el kellett párologtatnom. Úgy szerettem volna megkóstolni. Jannis bácsi, hiszen te mindenre emlékszel. Nem, dehogy. Semmire sem emlékezem, csak Leonida néni kakaójára. Elhangzott Sirius kapitány veszélyben. Fantasztikus ifjúsági hangját